uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el reggel Morning Show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Trükközik és lop a magyar a közértben. Erről most cikkek sorozata jelent meg, és ezek a leleplező cikkek arról szólnak, hogy ki hogy próbál trükközni, lopni, kicsit kevesebbet fizetni a kasszára. És nem csak arról beszélünk. A trükközés és a lopás nem ugyanaz. Kikérem magamnak a trükközők nevében. Ezt kell megvitatni. Mi számít trükközésnek, mi számít lopásnak? Hol van a határ a kettő között? Lehet-e egyáltalán határvonalat húzni? Ha én trükközöm, de nem lopok, csak kevesebb, amit például lemérek, az lopás, az áruház meglopása, vagy csak trükközés a mérlegeléssel. Mert kiderült egyébként, hogy ugye letörik a banánszárát, beleesznek a szőlőbe. Milyen jó az. Istenem, ne kezd már el megint. Tudom, hogy milyen. De most tudom, hogy milyen, hogy lemé... Ne, gyerekek, nem lehet. Fogod a nájlózat, hadd, nyugi. Még nem mondtam, mit csinálsz. Mert fölhúzom magam, már tudom, hogy te milyen vagy. Beleteszed a két szőlőt, két fürdszőlőt a zacskóba, leméred. Oda van írva, hogy 600 forint. Ráragasztod azt a rohadt cetlit, majd nem zárod le az acskót, és amíg a kasszáig mész, addig te megeszel fél kilót. Na? És ezzel mi a baj? Ez tök jó, igazad van. Te hülye vagy. De hát, ha nem értem, te hülye vagy. Nem, hát, te aztán tényleg amatőr vagy. Ez próbáltam veled menni, Feri, de... Nem. Milyen világ az, hogy leméred a szőlőt, lárakod, hogy 600 forint, és utána még megeszed. Még ki is fizetett? Nem, leméred, és még teszel bele. 800 trükköt tudok mondani. Én nem csinálom. De nem ilyen amatőr. Lemérem és megeszem. Hát azt mindenki tudja, gyerekek. Na, de most hadd kérdezem meg, hogy ha karfiolt veszel, akkor a karfiolnak a leveléért fizetsz, vagy pedig a rózsáért? A karfiol rózsáért. Én azért fizetek. Tehát én le is tördelem róla. Nem, most lett, hát miközben van nekem a leveléhez? Hát úgy adják egyben. Tényleg? Sokáig friss maradjon. Akkor azt vedd meg te, Feri. Nekem jó a rózsa, mert én azt fogom megfőzni. Na most ez azért jó, mert tehát a Feri teljesen elutasítja, és abban is van igazság. Vedd meg, fizesd ki, aztán zabáld meg. Te vagy az egyik szélsőség, hogy te leszeded a boltban a karfiolnak a levelét, mert neked a rózsája kell. Én vagyok valahol középen, aki kicsit beleeszik, de azért utána le is méri. De én megkóstolom a szőlőt például. Az eperben nem eszem bele, de a szőlőt én megkóstolom. Ha nem olyan, nem eszem. De az azt jelenti, hogy például a magyarok csak letöpik a banánnak a csutkáját, és úgy teszi rá a banán. Te is leszeded a banánnak a csutkáját, és mint amit van 6 banán, letöröd a 6 csutkát, és úgy teszed rá a mérlegre? A banánnál nem mindig élek vele, de ha, mit tudom én, egy ilyen 20 centis szár van rajta, akkor nyilván letöri az ember, mert hogy bocsánat, tehát nem a díszítésért fizetsz, nem a dekorációért. De ez nem díszítés, ez a banán része, ember. És megeszed, mit csinálsz vele? Hát semmi, ott fogod meg, ott a lakótelepen komposztálod? Vagy van valami állat, ami elfogyasztja otthon? Na, de ilyen alapon akkor veszel egy csomag retket, igen, és letöröd a zöldjét, és csak a retket méred le? Hát a retket csomóra adják. Amik, ahol nem csomóra adják, mint akkor letöröd, és letöröd, és úgy méred le? Teljesen egyértelmű. De miért nem hámozod meg a banán? Mit? Miért nem hámozod meg a banán? Ez egy jogos felvetés, nem gondolkodtam még rajta. Hát szerintem kipróbálom. Hámozd meg a banán, tedd rá meghámozva. Igen, miért? Csak a húst. Tessék? Hát de megtehetném. De hogy tehetnéd? Hát de miért nem? Mert az üzlet is izével együtt, csutkával együtt fizet a banánért. Érted? Igen, az ő bajuk, érted? Hogy nem figyelnek oda. Én ezt elég pronyon nyomom, de megnyugtattál, hogy azért mindig. Én már kikapartam a szemeket gránátalmából is a spárba. És lemértem, mint zöldborsó. Mint zöldborsó, tudod? Most miért fizetsz valójában? Bocsánat, egy mondat, ha más szóba került a spár, ott a narancssal szoktak ügyeskedni az emberek, van egy vödrös narancs, így amit van, ők árulnak. Na most igen, abba bele lehet pakolni, nem tudom, 3-5 akárhány, 3 kilót. A magyar nem annyit tesz bele, 8-at. Tudod, hogy egy ilyen súlyozza? Tudod, mit láttam én a spárba? Tudom. Visz egy csomó fogpiszkálót, beleszúrja a narancsba, és azzal rakja rá a narancsot, és nem fog legurulni. És a 3 kiló helyett 6 kilót kiszakaszt, az mert nem mérik le, mert vödrös narancs egységára van. Fogpiszkálókat szúr a narancsba, és arra rakja rá a narancsot. Mert már legurulna. Ha most azt mondod, hogy de jó ötlet, én oda megyek. Én ezt kicsit szeretem. Na? Én ezt kicsit szeretem. Ez egyfajta élelmesség. Szerintem, de annyira pronyó. Én nem tudom. De várjál, miért az indiai buszjáratokon annyi ember mászik föl rá, amennyi elfér rajta. De nem szögelik oda az embereket. Mondják azt, hogy 30 hely van rajta, és nem szabad már rá fölszállni, még 20-nak.
Figyelj, nagy megfejtés volt nekem, mert én sose értettem, hogy hogy a fenébe tudja ilyen ügyesen minni, hogy nem borul le. Lopja a fogpiszkálót? Onnan szedi le a porcelánt? Nem. Otthonra. Hát honnan tudod, egyébként lehet, hogy igen. Ja. Nem tudom egyértelműen adni ezt, hogy ez akkora prostóság. Hát de... Ez ugyanaz, mint a kifli megevés, meg, a, meg az üdítőbe beleívás, azt nem lopod el, ugye? Csak azt azért, mire odaérsz a kasszához. Nem, az más. Az más. Kifizeted. Aki fizetett. Ha most 5 kifliből egyet megeszel a kasszáig, akkor majd nem fogod azt mondani, hogy jaj, 5 kifli volt. Egyébként ma már 10 közérből 9-be nem mérsz te mérlegen semmit, hanem a kasszánál mérik le, csak mondom neked. Igen. Én föl tudok sorolni 87 helyet, ahol megszüntették az elmúlt időszakban, az elmúlt 2 hónapban. Nem méred le. Nem engedik már, mert egyébként meg mást mért le, és átcímkézte. Lemértem mondjuk a karfiolt, és nem az volt benne, és a kasszánál nem mindig nézik meg, hanem csak áthúzzák a vonalkódot. Nem, tehát most már a kasszánál mérik. Amikor ráteszed a futószalagra, ott. És mi van, ahol ilyen önkassa van? Az egyik, a Tesco-ban például, igen. Ugye mész ki, van egy rész, ahol elkezdett pakolni, ott tartod alul a mérleget, vagy ott hogy csalsz? Hát ott nem tudom, biztos megvan. Ügyes emberek biztos kitalálták már ezt is. Azt nem tudom, de mondom, sok helyen már nem engedik emiatt. De rosszat ez, aki nem szúrsz, mit tudom én, tényleg fogpiszkálót, az elég ronyom. De rosszat ez, aki leszed bizonyos dolgokat, és úgy méri le? Hát a fogpiszkálom úgyis amatőr, hurkapálcát kell. Több narancsfejjel. Igen, ez egy érdekes dolog, hogy leszeded a zöldjét, nem szeded le a zöldjét. A zöldségesnél, ha nem csomagra veszed, akkor ott levágja neked, úgy méri le. Tehát ez egy csomó, hát csomó. Pontosan erről van szó. Tehát, hogy a zöldségesnél megkérdezi tőled, hogy zöldje maradjon? Nem. És nem úgy fogja lemérni, hogy rárakja a zöldjét, és utána megkérdezi. Hát, ha már kifizettem, na jó, de nem, nagyon jó, maradjon. De nem jó, de ilyen alapon azért az csomósakat szoktak letépni. Igen, ez a sárgalit. De a karfiolt neked nem szedi? Nem. Bocsát, ha te zöldségesnél veszek karfiolt, ő nem fogja leszedni neked a rózsákat, igen. És a többit meg kidobni, azért... Hát próbálj meg egyszer meghámozni egy spárba egy görögdínyét, hogy te nem eszed meg a zöldjét. Persze, és kockázd is föl, meg öntsél egy kis hát most ki tudja, hogy mi lesz, azt meg tudod csinálni. Elnézést, nem szeretem a héját, halott, nem is fizetem ki, de simán meg tud csinálni. Ezért szeretem régen a lékelést például. Aha, meg ezért veszek fél dínyét. Mert látom, hogy milyen vastag a héja. Érted? Aha, de szerintetek ez mentalitás? Nem a héjáért veszem. Világos. Ez mentalitás vagy anyagi helyzet? Mentalitás. Ami az anyagi helyzetből is fakadhat. Hát. Jó anyagi Ilyen. Helyzetben lévő csinálja meg, mert olyan a mentalitása, vagy azért csinálod meg, mert rászorulsz, is vagy is. A rászoruló nem csinálja meg, de közben megcsinálja olyan, aki egyébként ki tudná fizetni. Is hogy is. Van ez? Itt van velünk Krisztián. Halló Krisztián, jó reggelt! Sziasztok! Hello! Na, te árulsz Krisztián, vagy te boltban dolgozol? A szülők a Váci piacon dolgoznak. Na, mi a trükközés, vagy mit csinálnak a vásárlók. Hát, például a Janitól kérdezni, a karfió, hogyha nem lenne rajta a torzsája, akkor megvennéd, Jani? Nem, mert akkor már nem biztos, hogy free. Na, látom, ugye? Azért nem vennéd meg, mert azt hinnéd, hogy nem friss. Azért, mert nem úgy szoktad meg. Azért, mert gondolkodna, hogy miért van ez így. Uborkát se hámozzuk meg a piacon. Jó, de amikor 30 dekás torzsa van rajta, hát csak nem viszem haza. Régebben hazavittem, mert voltak nyulaink. Én nem viszed haza. Lehet, hogy az is finom. Megfőzni, de egyszer kiderül, hogy az is ízlik. Sokat kell főzni, nagyon sok gáz fogy. De azért nem viszed haza egyébként 10 forinttal drágább, vagy azért nem viszed haza, mert fölösleges? De ha fölösleges, akkor szólsz a piacon, hogy legyen szíves, vágja le a zöldjét, és levágja, és kidobja. Igen, de mérés után vágja le, tudod, a Janit azzal várja. Igen. De persze, hogy mérés. Én ugyanezt mondom, hogy neked ki kellett fizetni. Azért valljuk be őszintén, ez a vásárlók meg a zöldségesek között ez egy ilyen kis finom harcocska. Tehát egyik is trükközik, a másik is trükközik. Hát, igen, te leszeded a zöldjét, neki viszont többet mér a mérleg. Hagyjuk, hagyj válaszoljon. Vajjál, gyermekem. Mennyivel mér többet anyád mérlege? Ugye? Én leszedem a zöldjét, te viszont 20 dekával többet mérsz. Tehát, hogy... Nem mér többet, mert egyszerűen azt nem lehet, mert a országos mérési hivatal, meg amikor APEC ellenőrzés van mondjuk havonta, fél évente, akkor mérlegeket is ellenőrzik, és egyetlen egy ilyen mérleggel való csalási óriási büntetéseket lehetne fizetni. Hát ne is csaljatok, az jó. Így van. Hát, nyilván, de hát az szeretném, bármikor vissza lehet mérni az árut. De bármikor. Jó. Trükköznek a vevők, amikor az alma kivar, akkor 3-4 féle alma egymás mellé, és hát van a kisebb, a nagyobb, a közepes, és akkor azt mondja, hogy ezt az olcsóbbból vette. És látjuk, hogy a legnagyobb méretű, a legszebb alma, az nem a legolcsóbban van. És ebben cserélgetik.
De például a hentesnél se kérdezi, hogy a csirkecomból vegye ki a csontot, mert hát azt úgy sem eszed meg. Hát igen. Hát igen, de ugyanakkor vannak például ezek a látványzöldségesek, ugye, ahol nagyon szépen ki vannak rakva előre a gyönyörű szép áru, tényleg fantasztikusan néz ki minden, aztán mögül lepakolja tele az acskót. Ez most hogy jön ide? Most ne akarod a simlidet érted leplezni. Nem mögül le. A gyümölcset is mindent úgy kerek, ahogy a ládában van sorba. Föntről lefele haladva. Mert ha mindenki csak túrná az epret, a barackot, a paradicsomot, akkor végén csak az maradna ott, amit te se venni meg. Jó, tegyük hozzá, hogy azért ez a vödrös tanács is egy érdekes kérdés. Mert egyrészt vannak olyan híperek, ahol évről évre kisebb a vödör, ne felejtsük el. Kettő, hogy 5 kilót ígér, de ha azt a vödröt telerakod, minden el együtt négy egy tornyot építettél. Végül már ilyen 100 szépes cserepeket raknak ki, tudod, hogy... és csak 3 kiló a vödör a tere narancssal. Tehát, hogy azért ez a vödrös narancs sok helyen is azért véleményes egyébként, hogy 5 kiló egy vödörre. Ez egy hiper, mi piacon dolgozunk. Tudom. Oké, menjünk el tovább, mert van még hallgatunk. Köszi, hogy elmondtad. Jó munkát nektek. Ciao, hello, Krisztián. Itt van velünk Péter. Hello, Péter, jó reggel. Sziasztok, hello, jó reggel. Te osztályvezető voltál egy hiperben? Igen, francia hiperben voltam osztályvezető. Ó, hát akkor te tudsz történeteket mondani. Elég sokat. Van egy nagyon szép történetünk. Ez igaz, hogy nem nálunk történt Franciaországban, de hát ez a csúcs nálam. Itt nagyon jó szituált úriember állt a kosszánál, és csak azt látta a pénztáros, hogy folyik a fejéből a vér. Óriási sikítozás van, mindjárt a biztonsági szolgálatot. Hát kiderült, hogy az úriember az bélszint akart lopni, berakta a kalapja alá, és a melegben elkezdett olvadni, hiszen a húslé folyt ki belőle. Na most ugye itt jön a kérdés, hogy aki rászorul, igen, az valószínűleg nem bélszint lop, vagy ha bélszint lop, akkor valószínűleg nem igazi rászoruló, hanem... Nyilván ez Franciaországban történt, de hát ilyen apróságok vannak, amikor a kasszánál ugye mindenféle kellemetlenségek vannak, nézegetik a fogkrémeket például azért, mert a dobozban ugye gyakori, hogy kicserélgetik. Nyilván az olcsó fogkrém helyett a dobozba berakják a drágábbat. Akkor nagyon sok esetben megfordult az is, hogy apró, de értékes termékeket, vitaminokat, édesítő tablettákat, azokat fogták és beöntötték egy nejlontacskóba, kisebbükbe, és akkor úgy visték ki. Nagyon sok olyan volt, amikor drágább termékeket is próbáltak, például diszperzites vödör folyik rajta a festék, hát senki nem értette, hogy miért azt akarja elvinni. Hát kiderült, hogy egy ilyen lezárható, önzárós nejlonzacskóban videókamerát rakott bele. És ugye folyt kifelé, hogy belerakta a festékes bőrönbe a videókamerát? A videókamerát lezárható nejlonzacskóban, hogy nem folyt bele. Viszont kiszorította a többi festéket, az folyt azon. Mondjuk azért azt valljuk be, hogy ez nem a trükközés, ez nem, igen, ez most egy kicsit elmentik, ez már a konkrét lopások kategória. Ez már a lopás kategória. Arról beszélünk, hogy mi az, ugye ez nagyon vékony, ugye ez az ösvény, de hogy mi az, ami még belefér, kicsit trükközött, de még nem lopás, hát morális szempontból. Ugye megkérdőjelezhető, de nem egyértelmű lopás. A lopást totálisan elítéljük. Azt, és én megmondom őszintén, például a bolti tolvajok miatt csinálom azt, és meg persze én leszek a hogy hívják, a hunyó ebből a szemben, illetve nem. Tényleg az van, hogy itt veszek például ilyen tasakos cuccokat, mondjuk 10 darab van egy dobozba, én mindig megnézem, hogy megvan-e a 10. Hát azt nyilván meg kell, tehát tojásnál is megnézem. Amikor megszámolom, már várom egyébként, hogy mikor fognak rajta kapni valamelyik barkácsáruházban. Igen. Köszi, hogy elmondtad ezeket, Péter. Köszi, ciao. Szia. Figyelj, csak is hallgató kérdezi, hogy a könyvet, hogyha nem volt időt kiolvasni, akkor behajtod a szélét. Tényleg, te igaza van egy hallgatónak, téged nem sokára a KDNP-be fogunk viszont látni. Behajtod a szélét, visszateszed, hogy holnap, amikor jöttek. Persze, 26. oldalon tartottam, és megnézem, hogy 10 oldalt mindig elolvasok a kedvenc bukopszikönyvemből, azért meg nem veszem 1500 forintért, csak elolvasom, igen. Hát. Én azért azt bírnám, hogy valaki visszajár, és szépen lassan kiolvassa a háború és békét. Miért zavar? Tehát te válogatsz, én nem tartalak föl, nem állok beléd, ki tudsz kerülni, én ott állok a kis tetyomba, a kis könyves pultomnál, és beleolvasok egy könyv, hogy most meg akarom-e venni a Zuhi, nem tudom milyen Ken Follett könyvet, menet. És megnézem, hogy miről szól, kicsit beleolvasok, tetszik-e nyelvezete, nem tudod megvenni a nyomorúságos hátszínedet hétvégére? Tudod, az utadba állok én a rohadmányos halapultodnak? Most irigylet tőle az élmény, hogy egész nap körömrágva várja, hogy megtudja véletlenül, hogy az új Leslie Reisben a Fincs a szemébe. Milyen jó a Sinjet szeme, milyen jó a Leslie Reisben. Hú, de jó. Hogy a buddhista szerzetesek azok vajon tényleg megtalálják az eldugott kincset? Igazi ilyen izé vagy te, aki tényleg kicsit úgy kerülsz ki engem, amíg olvasok, hogy meglöksz direkt, hogy így jaj, bocsánat. Igen, nem, mert én nem olvasom, te még betűrig is vagy. Közben nincs is ott dolgod, mert halaspultba akarsz éppen belefejezni. Meg hát nem tudok olvasni. Az azért nem így van. Angliában egy hölgynek a kézitáskája ki volt bélelve nejlonnal, testápolót boldogan nyomta bele a polcok mögött.
gyerekek, ez Anglia egyébként. Jó, de trükközős SMS-eket nézzünk, azt mondja, hogy több százezeres kár évente karfiolk, elkápoca, szülő, eperbanán, Ernő a boltvezető írta ezt nekünk. Sorok között dezodorral befújás, oké, ez inkább ugye már azért erősen a lopás kategória. Édesanyám Zossamban dolgozott pénztárosként, a dagadt apuka a kisfiával zabáltatta a somlait a bolt közepén. Kifelé pedig a pénztárnál reklamált, hogy a kanalat miért nem adták oda a somlaihoz. Bezzeg a Tesco somlaihoz, jár a műanyag kanál. Na. És kicsit sértődöttem mentek el. Igen. Kimérős részleg az egyik hiperben, a nagymama a gyereket beültette a mogyoróhoz, amíg a mama vásárolt, a gyerek jól lakott. A magyaros pulthoz, zabált magad, hülyére, jön mindjárt nagyanyád, elmegy bevásárolni, büdös kölök, nem mozdulsz el, innen zabálsz. A héját meg nem köbdössük, ited vissza szépen a jók közé. Igen, olcsó fokrémes dobozba átteszik a drága fokrémet, oké, ide nekünk egy hallgató, Laca, közé. Egyszer az egyik multiban a mellettem álló vásárló levet egy üveg ketchupot, feltépte, a kupakot beleívott, majd visszatette a polcra. Ketchupot inni azért az már tényleg. Pislogtam, mint hal a szatyorban. Azóta mindig megnézem mindenről, hogy bontatlan-e, Adrián küldte nekünk. Hát ti is tudjátok egyébként, hogy az emberek nagyrészt tényleg úgy vásárol, hogy soha nem az elsőt viszed el, ami ki van a polcra, mindig mögé nyúlsz, és onnan veszed el. Én bevállalom mindig az ügyeletes rossz szerepét, de amikor elmész, és mondjuk ott vagy a pisztáciánál, a mogyorónál, a gumicukornál, nem mondd, hogy nem ezt. Nem eszem bele. De igen. De nem. De kicsit azért van. De nem, mert nem fizet. Nem azért van. Azért van, hogy beleted az rohadt zacskóba, lemérd és kifizet. Gyerekek, egy falat pisztáci, egy falat mogyoró, egy kicsi gumicukor, hát emberek vagyunk, hát vétkezünk. Nem? Hát dehogy van. Mondja, Benikém. Miki! Jövök már. Miki, már elkicsit, minek vetted nem? Nem, azért paraszt nem vagyok, csak ezt. Ja, nem, oda nem hányok. Cigány útra ment ez a rohadt gumicukor. Nem, azért belefulladni, nem fulladok be, de beleeszem. Én a mogyoróba is, egy falatot. Igen, hát emberek vagyunk, hát nem, tehát igen. Figyelj, oda-vissza mennek ezek a trükközések, tehát ez annyira egyértelmű. Hát csak nem fogod megvenni. Volt már olyan, hogy rám szóltak, hogy ne mögül levegyem ki a felvágottat, ilyen erőcsomagolt felvágottat, ne előre, ne hátul, hanem előről. Mert akkor az első nem fogy, de mondom, az egy nap múlva lejár. Ennyit nem tudok megenni egy nap alatt, érted? De hogy törő. Hát te bocsánat, hát én vagyok a fevő, akkor nem kell kirakni. Szerintem, igen, meg szerintem az alja ott van. Menekülsz, mi? Most visszatámadsz. Meg szerintem lopni akkor lopnék, ha fognék egy adag pisztáciát, nagyot, rányomnám a mogyorócetit, kivenném. Az aljas. Aha. De most kétszem kóstoló mogyoró. Egyébként nekem egyszer egy kétszem abból a rohadt dinnyéből. Na! Jó, igaz. Te a szíved szerint tényleg a görög dinnyét is meghámoznád. Okay. Jó. És egy kicsit csurogna, kicsit csöpögne, és a pirosat így vinnéd egy ilyen masszában a pultot. Elnézést, még négy léket tudnád? Szóval a Feri dubálhat. Gyerekek, veled együtt én pokorra kerülök, az biztos. Egyszer egy hiperben dolgozó barátom elmondta, ezt én már elmondtam, de azért mindig elmondom, hogy a mogyoró, a pisztácia, a gumicukor, a műzli, a tudják, hogy beleszel. Aha, igen. Benne van, tudják, az, hogy benne van, ugye? És kicsit benne van, mert azt mondják, hogy ha ma beleszel, holnap is hozzánk jössz vásárolni, és egyébként egy csomó minden mást megveszel, ami nekünk jó. Aha. Tehát kvázi policyként ezt itt kirakják, nyilván nem az, hogy két ízét bevásárló szatyorba viszed ki a mogyorót, és tele Én ugye ezt hallottam a handicamekről. Nem. 2-3 mindig benne van. Ezért is szuzagoltam bele a disperzites lödörbe. Nem azt mondom, hogy lopjú, mert azt elítéljük, de hogy egy falatot beleszel, azt, hogy beleszámolják. Na játszunk! Jó, köszönjük szépen az SMS-eket, gyerekek, ezért érdekesek ezek a témák, ki így, ki úgy gondolkodik. Hát igen, érdekes, tényleg. Ez itt a Best of Morning Show. Van egy rejtély, amit meg kellene oldani. Van egy rejtély, amit meg kellene oldani, és ez a rejtély, ez igazán izgalmas. Norvégiában történik egy golfpályám. Egy norvég golfpálya tulajdonosa 10 éve keresi azt az illetőt, aki éjszakánként telegíteni a lyukakat. Folyamatosan visszajár éjszakánként, a WC-papírt is a pályán hagyja, és a pálya menedzsmentje nem nagyon tud mit csinálni, ugyanis nincs a kezükben még az az eszköz, amivel elkapnák emberünket, aki minden este rendszerességgel minden nap visszajön, és betömködi a lyukakat. Egy igazi lukra járó. Csak a lukba gitte. Igen, nagyon jó. Aha. A kicsit komolytalanra váltunk, ez szerintem egyébként igazán jó fejség. Tehát, hogy mi zavarja? Tehát, mert azt azért csinálod. Több minden lehetett, ezt kellene megfejteni, hogy mi ennek az oka. Egyelőre nem tudják bekamerázni a helyet, mert engedélyekhez kötött. És most azon gondolkoznak, hogy ilyen baromi nagy reflektorokat állítanak föl a golfpályára, amit belőnek este, vagy ami mozgásra beindul, hogy rajta kapják a tettest. 10 éve nem tudják elkapni, hogy ki az, aki bemegy, kiválaszt egy lyukat, és üzemszerűen
iszintesre hozza. Egy igazi profi. Nem az összes lukat tömi, hanem így változóan. Hát, hol egyik, nem hol tudja, másik. Nem tudja az összeset, hol az egyiket, hol a másikat, igen, hol, ha jó formában van, akkor esetleg kettőt. Nem tudja ez a norvég golpálya megfejteni, hogy ki az illető, és hát ott hagyja a WC papírt nagyon akkurátusan, bemászik, átmászik a kerítésen. Egyszerűen nem tudnak rájönni. Nem tudnak rájönni. Másnap a golfozók, amikor mennek, hogy akkor menj a greenre, és akkor próbálj egy kicsit ütni. És ugye, nem hát, a greenre és mész, hanem a brahóra. És próbálod ugye a hatos lyukba betalálni, de csak tovább megy, csak tovább megy az a fránya golyó, és ott jössz rá. Tudom, ez lehet az a norvég golfpálya, ahol a legnagyobb a negatív rekord. És ismét 478 ütésből sikerült teljesíteni az egyébként 12 lyukas pályát, mert senki nem akart ütni egy birdit, tudod. De megállapították. Francban. Kivennéd a golyón? Köszönöm. Képzeld maga a norvégok, akik visszafogadta, tudod, a kis kockás, kis szépen vasalt nadrágjukban mennek fehér cipő. Úgy, ahogy kell, és balkáni természetességgel gitteli valaki. Tele a golfpályán. Megállapították a méretéből, hogy csak is férfi lehet. Tehát méretből tehát azt mondják, hogy bevonásával nyomoztak. Méret és állapot. Aha, két vonal van, vagy az egyik a bosszú vonal, vagy pedig a másik az, hogy egyszerűen a főépület túlságosan messze van még ahhoz is, hogy mondjuk golfkocsival visszaérjen a budira időben. Mondjuk egy nővédő egyesületek szerintem már reklamálhatnak, hogy azért ez meglehetős torzítás. Tehát az alakja és a mérete alapján megmondták, hogy férfi. Hogy tehát, hogyha én nővédő egyesület lennék, azonnal reklamálnék, hogy kikérem magamnak ezt a fajta diszkriminációt. De nem? Hogy mi is tudunk olyat, azt mondanád? Miféle ostoba diszkrimináció az, hogy a méret alapján az szek, hogy ez csak és kizárólag férfi lehet. Hát ez van. Hogy lehet? Na ezt hogy lehet? Matilda, kedves. Jó, nézzük meg a másik oldalt, mi van, ha a reklám? Mármint? Hát a reklám. Hát emiatt nem mész a reklám. Hát mi van, ha a reklám? Uh-huh. Norvég golfpálya. Hát csak rákeresem, melyik golfpálya, hol van? 10 éve. Olcsó reklám, gyorsan aha, mindenki megtudja. És azt mondják, ott nem tudom neki. Nem tudom, Borhó Hessinennek, hogy akkor csináld meg. De mennél oda ezért? Hova? Golfozni? Hát nem. Hova? Kicsoda? Nem. Svédországban például. Svédországban például halat fog finni. Kicsoda? Kicsoda? Én? De most csak végigveszem a lehetőségeket, hogy ne felejtsük el azért azt sem, hogy mi van, ha reklám. Nem? Reklám a másik golfpályának, ami mellettük van. Mert akkor tudod, mi van? Valaki golfozni szeretne. Oké. Oda megyek. Oké. Ide nem megyek be, mert itt barnák lesznek a tehát anti-reklám. A konkurenciától? Van, és ott van mellett a konkurencia, ahol viszont érted. Tehát nem. Arra gondolsz, hogy a konkurencia tulajdonosa minden este 10 éven keresztül bemászik a norvég golfpályára, és azt rohadjatok meg, hogy ilyen olcsó bérlet van! Nem van! Jó, kiszolgálás, rohadjatok meg! Meg, na most ezen túl majd ide fogtok jönni, és akkor ott van mellett. És képzeld el, akkor már titokban felszerelik a kamerákat és a hatalmas reflektort, és te 8 reflektor berolnak a rendőrök, te pedig ott googolsz. Nézzétek a másik golfpálya igazgató, és iszonyatosan gitte. Hát azért érdemes ezen elgondolni. Én úgy örülök, amikor ezt olvasom, hogy a norvégoknál is van ilyen, mert ezt elolvasod, hogy tényleg nem tudom, valahol Magyarországon egy kis faluban mindenki másnap minden parasztház elé letesz egy csomagot, azt nagyon azért nem lepődsz meg. Nézzük meg azért, hogy hogy néz ki egy vasúti WC. De azért a Norvégia, ahol elegáns, szépen jól öltözöttek, visszafogottak, északiak, tudod, és az egész is minden nap valaki telegíteli a golfpályát. Picit visszajöttek a viking idők. Nem lepődnék meg, ha ez a hír arról szólna, hogy egy vendégmunkás. Tehát, és simán. Simá lehet. Simá lehet, vagy simá valaki, lehet, akit nem fizettek ki 10 évvel ezelőtt, vagy úgy rúgtak ki onnan arról a golfpályáról, hogy voltak még követelései a céggel kapcsolatban, és picit ezért megsértődött. Nekünk is volt ilyen, annak idején hétvégi teleknél, amikor nem akartam kifizetni egy fűnyírást, amit nem kértem. És aztán, amikor legközelebb mentünk, akkor ott volt a kerti kapu előtt a csomag. A nemes bosszú, tényleg. Azt mondja, hogy Zuglóban laktam minden reggel egy önkéntes fitipaldi, egy piros zsiguliban úgy nyomta a gázt a sportkipufogóval, hogy a környék összes autóriasztója megszólal. Többször próbáltam elkapni, egyszer véletlenül megláttam, bementem az első festékboltba, vettem 3 flakon purhabot. Teli nyomtam a kipufogóját, azóta nem láttuk, csend van. Ezt Miki küldte nekünk. Ugye a főnök beszólt, felidegelt, ezért másnap csodálkozott, hogy az autója 4 téglán állt. Ezt kis csávó küldte nekünk. Fickó beállt a kapubejárómra, miközben álltam ki az autómmal, szóltam neki, hogy legyen szíves elállni onnan, erre megrántotta a vállát, és bement a szomszéd bútorboltba. Bezártam a garázskaput, elővettem a szép kiszedőt, az nem tudom mi, és minden kerékből kiszedtem a szelepet. Ugye a szelep kiszedő csak rövidített, így van. Ráragasztottam a szélvédőre, és ráírtam egy lapra, a rossz helyen állsz köcsök, de ott is maradsz.
Aztán elmentem dolgozni busza. Délutára elvitte az autót. Ez Szabi küldte nekünk. Egy nagyon munka volt kollégámat intéztem el úgy, letekertem a WC papírt, megszórtam üveggyapottal, majd visszatekertem neki. Hatásos volt. Többet nem hagyta lehúzatlanul a recsót. Mondjuk, aki lehúzatlanul hagyja a retyót, megérdemli. Üveggyapotban megforgatod a WC papírt? Az karcol, az finom. Nekem egy gonosz főnővér volt a főnököm, és egyszer összeszedtem egy nagy zacskó friss kutyaszart, az egész autóját bekentem vele. Soha nem derült, hogy én voltam Puszi Judit. Csajok is mire képesek egyébként, igen. Nem? Best of Morning Show. Mostanában, ha valaki olvas különböző női magazinokat, már nem azt olvasgattam, én az interneten láttam. Jó, hagyjuk ezt. Tudjuk az irányultságot. A budiba azért mindig bevizek egy-két dolgot. És arról cikkeztek, gyerekek, ez már szerintem a horror ne továbbja, hogy az anyatej felhasználásának 10 módját lehet még azon kívül, hogy te megeteted. Tehát 10 féleképpen lehet felhasználni. Igaz, hogy kicsi bizarr módokon lehet ezt felhasználni, de összeszedtek olyan dolgokat, amire állítólag jó az anyatej. Kiváló krémbrülét lehet belőle készíteni, vagy? Nem, én most arra gondoltam, hogy mivel, hát az egyébként főzni is lehet velem, hogy mivel nálunk otthon még van egy kicsi. Aha. De fagyasztott, vagy friss? Mi lenne, ha lenne egy ilyen táv tesztalárke mindennek? Már mi? Hogy felhívunk és te elmeséled, hogy mit csináltál vele? Hogy érted a távteszelőt? Hát, hogy otthon megcsinálom. Aha. A 10-ből valamelyiket. Ti eldöntitek, hogy melyiket, jó. És elmondom, hogy működik-e. De bocsánat, most te ír így vagy? Tehát mi miért nem lehetünk benne a tesztben? Tehát te miért nem hozod be a tejet, ha otthon van úgyis? Jó. Fejsz most kicsit. És te, Viki? Ákos, ne röhög, nem rád néztem, Viki. Ákos elkezdett fejni, nem tákos, Viki. Na, mert hogy ugye mindig hallasz, én ezektől a hidegrász, hogy használd ezt erre, mert az nagyon jó. Pisíld le a csaláncsípést, mert az nagyon jó. Azt írja, hogy olyan szinten antibakteriális hatású, hogy tisztán tartja a kontaktlencsét. Ha neked van otthon anyatejed és kontaktlencsét, használd arra. Sok nő használja az anyatejet fagylalt készítésre. Hogy azért az így hogy? Tehát látod, mamát hazamenni, gyerek bent fekszik az ágyban, nagyon alszik, mert éppen evett. Mama pedig fogja a kis a wildlingot. Itt nyomja. A finom csöcsi fagyi. Vagy leszívja, és utána ez belerakja a tebe. Tehát van, aki tényleg annyira elvetemült nagy anya, hogy házi fagylaltot készít anya tejből. Na gyerekek, ki épült, csoki, puncs, csöcs. Na, itt van velünk két kiváló cukrász, Mester Ádám és Balázs. Jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt, jó reggelt. Szervusztok! Mind a ketten ott voltatok, különböző cukrásznákból gondolom, de ott voltatok az Expón, ugye? Így van. Bármilyen fura, Európában mi a hátsó sorban kullogunk a fagyi fogyasztás tekintetében, és az északi ország, Norvégia, Dánia, Svédország pedig első helyen. Komolyan? Ezt például nem gondolnám. Abszolút dobogós helyen van a fagyi fogyasztásban, de tényleg egy fesztivál arra jó, hogy az embereknek a kicsi látómezőt kiszélesítsük a tekintetben, hogy azért a csoki vanília neprén is túl is van világ a fagyi életben. Hát ennél volt durvább is, tehát volt olyan, hogy márvány sajtos fagylat, de ami nekem nagyon tetszett, és az indult a versenyen is. Most figyelj, snidlinges fagylat, kenyérfagylat snidlinggel, kandírozott békönnel. Feri, hazaértél? Feri, hazaértél? Na, az igen. Kérdezd meg, amit akarsz. Volt a szalonnás. Most kérdezted, hogy pörcös kolbászos szalonnás. A gyerekkel elnyalott. Szóval ez már mondjuk nálam is egy picit azért sok, tehát a fagylat azért az legyen édes. Igen, de sós. Tulajdonképpen ti diktáljátok, és ti teszitek ki, vagy nektek azt kell kitenni, amit az ember kér, mert ugye ez egy nehéz dolog, hogy hiába akartok újítani, ha rátok rohadt, mert mindenki puncsot, vaníliát, meg banánt akar, vagy azt mondtuk, hogy le ezzel, meghagyunk egy-két hagyományosat, be az újat, aztán majd rászokik a tömeg, aki jön. Pontosan ez a lényege nekünk cukrászdő szempontból, tehát akár a Balázsiknál, akár nálunk is, ugye milyen 16-18 féle fagylatot bemutattunk, és azért láttuk azt, hogy mik azok az ízek, amik ugye közkedveltebbek. Nyilván ugye mi is leszűrjük ezekből a tanulságot, és azokat a fagylatokat fogjuk preferálni az üzleteinkben, amelyek ugye persze jobban fogytak. Tehát nektek ez már egy ilyen mini közvélemény kutatás, egy ilyen fagyi expo visszajelzések alapján te nyára betárazol, vagy a cukrászdák betáraznak, hogy mi a sláger. Így van. Kóstoljunk, gyerekek, na, jó? Kóstoljunk. Na, hoztam, de nem én hoztam, csak eljátszom, hogy én hoztam. A szemeket csukjátok be, hogy ne lássatok a színeket. Jó, hogy ne Feri lássatok. Nem is lát semmit amúgy sem. Levettem a szemüvegem. Ember, mit Feri, csukjak még be? Feri, hagyjuk a szemed nyugodtan. Jó. Na, nézzük akkor, jó? Én nem tudom, nekem nincs fölírva, hogy mit adtok a srácoknak, majd próbálom szájról olvasni. Ádám, súg meg, vagy nekem írd meg, Viki, és akkor mondjuk, jó? Feri megkapta az egyiket. Csak hogy hová tart ez a fajta gasztró...
Azt tedd meg te. Nézd meg milyen. Jó, nézd ki legalább. Mit mondjak? Mondjam a színét? Hát mesélj meg. Róla. Ja, jó, hát nem akarok róla mesélni, kóstold meg, aztán mondjuk, hogy mit kaptál. Nem ez az anya teljes. Hozzáteszem, az egy díjnyertes fagylat. Na, egy díjnyertes vagy. Hova viszed? Janinak is, aztán... Nehogy minden... már egyből legyünk! Hallod? Mind a ketten elmondhatjátok, igen, hogy szerintetek mi van benne, tehát mi az alapanyag, jó, mi van benne, kíváncsiak az ízlelésetek, hogy mennyire érzitek. Segítségképpen annyit elmondni, hogy ez a Balázsnak a tavalyi év fagylaltja verseny győztes fagylaltját kóstoljátok. Ha esetleg képbe vagytok, akkor talán segít. Jó, ne súgjál, mert ezek képbe vannak minden. De én nem képbe. Mi az alapanyag, mi van benne, mit éreztetek, tessék? Ja, mondjam? Nem, mutasd. Nagyon jó. Szerintem a citromfagyiba beledőlt a barack lekvár. Ugye? Na, nem az tessék, lehet? Mi lehet? Szerintem ez hecsedli. 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 Feri, mi lehetett ez szerintem? Mondtam, citromfagyiba beledőlt a barack lekvár. Citromfagyi barack lekvár. Jó. Mi ez valójában? Janinak egy pontot írjunk. Ne csináld! Hát mondjuk ő a cukor, ő ott a cukor, Feri! Hecsedli van benne, tényleg? Ez nagyon finom fagy. Valamelyikben benne van az anyatej? Belekevertük. Nem fogod érezni. Nem. Csak a tudat kell, hogy tudd, hogy megetted. És onnantól kezdve Noella a tejtestvér vagy, Feri. Úristen, jó, kapjátok a következő. Drága hallgatók, hát bárcsak ti is meg tudnátok kóstolni, talán ez nektek kevésbé izgalmas most, de mi nagyon jól szórakozunk. De kevésbé hallgató barát a dolog, viszont sok mindent megtudhatok a fagyiról. Nyugodtan nézheted. Jó, de nem sem tudom. Életemben nem ettem ennyi édességet. Gyere, Viki. Ez málna, nem? Gyere, Viki. Gyere, Viki. Eper. Hallgass a Feri, gyere, vagy hallgass a Jani, gyere, Viki. De ha most én is eszem valamiből, amely anyatej van, akkor én is a Noának a tejtestvére leszek? Apja és tejtestvére. Azért. Jó, mi van benne, Jani? Hát alapvetően ez szamóca. Na, valami magos. Csak nem tudjuk, hogy mi van még mellé belepasszolva. Valamit érzel még mellette? Van még valamilyen íze, valami kijön, valamit érzel? Igen, úgyhogy húzd vissza a lábadat. Feri, mi van benne? Mit érzel a szamóca eper mellett? Valami? Aha. Semmi? Semmi, nem tudom. Mi van még benne? Mondja Balázs. A lecsengését arra próbálom. A lecsengés. Jó, jó, a lecsengését a két gyerekkel megyen fagyizni, amikor figyel az egyik gyerek esik le, a másik keni össze magát, száll be a kocsibe, mert figyelem a lecsengését. Balázs, a gyerek. Na mi van benne, Balázs? A virágot kellene érezni. Virág. Jani? Akkor pipacs. Egy virágfajtát érzek benne. Nem érzitek, én ezt érzem. Na mit, ne adjál már. Ez fura, nem érzitek. Kutyatej. Nem, ebben rózsa van. Így van. Ez rózsa? Ezt érezni. Nem szoktunk rózsát enni, lehet, hogy ez a bajunk. Rózsavízet kell elrózni. Van benne egy pici rózsavíz, és akkor... Ezt érezni. De bolgár? Bolgár rózsavíz? Én csak azt ismerem fel. Anyám azt használta, bár ő hónajra. Mi a következő? Nagyon finom. Okay. Ez nagyon jó volt. Ugyanolyan, mint a kettővel ezelőtt. Ez nagyon jó. Érdekes, a rózsát nem éreztétek, ennek nagyon jellegzetes rózsa íze volt, pedig ezt én is éreztem. Ez alkoholos. Halló. Feri, hazaértél. Végre. Mi ez, Feri, mit éreztél, addig mondhatod? Tessék. Ja, nem, én visszarakom a kanalat. Barack pálinkát. Barack pálinka. Jani, te vagy a szaki? Hát én ezt inkább narancsosnak érzem, mint barackosnak. Na, ja. Most miért teszeltünk rá? És van benne, szerintem... egy pár fok mínuszban, tudom én. Okay. Nem tudom. Mi nem volt tudom. Ez milyen? Ez egy homoktövis fagylalt volt. Homoktövis fagylalt? Gábor itt lett volna, biztos, hogy kitalálja. Hát nagyon jó. Hallottam. Nagyon jó. Ő homoktövis szakértő egyébként, igen. Nagyon magas a C-vitamin tartalma, antioxidáns tartalma. Kérdés, hogy mennyi marad meg, ugye hát ezt nem lehet tudni, minden esetre ízre nagyon érdekes. Szerintem egyébként, most persze ez okoskodás, főleg amikor itt vannak a szakértők, de hogyha a homoktövisbe egy picit több cukor kerül, akkor már annyira megváltoztatja az ízét, karakterét, hogy érdemes mondjuk cukormentes homoktövis lekvárt megkóstolni, mert akkor jön elő az íze, nagyon-nagyon könnyű tompítani meg, jellegtelenítani a fagyit. Mm. Ezt most sikerült nektek, srácok! De hogy is nem nagyon finom. Egyébként Balázs, most visszatérve a vitamintartó, hogy a gyümölcsfagy esetében, ugye mivel egy hideg eljárással kész, azért többnyire kevésbé benne van a vitamin. Így van, és nagyon fontos az, hogy nyilván többféle módon lehet gyümölcsfagylatot készíteni, de mi általában a vizes bázist preferáljuk, ezáltal ugye a tejérzékenyek, laktóz, tejcukor érzékenyek is fogyaszthatják, így van. Ezt az miért érdekes, hogy régen tényleg lezavart anyám egy gombos pisztáciáért, és ma már ez tudomány lett, nem? Szóval ilyen fagyi, olyan fagyi, ilyen alap, olyan alap, tehát hova fejlődik a gasztronómia, elképesztő, nem? Egyébként Janikám, csoki fagyi, ettél csoki fagyi, annak idején a mosogatás volt a lecsengés, most meg 250-ért megvettél egy gombócot, és tényleg most olyan fagyik csak vannak már, az időben, amikor Janit leküldte az anyukája csoki fagyi, nagyon nem volt csokoládése. Azért küldték le, mert tudták, hogy nem találja meg, visszajött. Na, mi a ez következő? Ez madártejfagyi. Madártejfagyi, mondja a Feri, Jani kóstolja egy gyorsan. Mi az, hogy határeset, ne szórakozzá. De próbáld az összetevőket, hogy mi lehet madár benne. Madár, meg tej. Igen, hát ez egy vanília fagylalt. Na, vanília, madártej. Vanília fagylalt. Nincs benne madártej?
Tojássárga, a vanília rút, az van benne gyakorlatilag, igen. Aha, érzel-e még valamit benne? Jani, te is kóstolnánk? Kétféle is. Jó, mikor Jani mindegyik fagyit úgy eszi, hogy olyan, kicsit vizionálja Viki melejét. A tej testvére. Ez a Viki ízű. Érezted a tejet? Én nem tudom, melyikben van. Nem érzed? Hunyd be a szemed, gyerünk. Viki. Jani, érzed a tejet? Értem már, hogy miért akartál a második gyerek. Ebben van? Ebben van. Ünnepi pillanat. Ebben van az anyatej. Ezt megisszuk ennél minden cseppét. Bármikor meglátjátok Noel nevezeti gyermekemet, pacsizatok arra, és mondjátok, hogy gyere a papához, tejtestvérek vagyunk. Az orromba is, hogy tök állandóan dugul. Ebben kevertétek kicsit? Nálam, ebben raktatok? Azért volt ez a kis finom édessége benne, plusz. Gyerekek, én naturba kóstoltam egyébként, nem hülyék a gyerekek, hogy szeretik. Ugye, nem, hogy nincs rossz ízem. Onnan már tudtam egyébként, hogy éreztem, hogy a sírás folytogat, előtte mindig felsír. És azt akartam, hogy nagyon jól vesznek. Na, mi van, még egy utolsót még nézzünk. Jó, mi van nálad, Feri? Mák. Most ugye elárulta a Feri, amikor rögtön abból akarnék enni. Én imádom a Mák. Na, jó. Szegény hallgatók csak a csámcsogást hallják, és vizionálják, hogy milyen ízeket érezhetünk. Hozzáteszem, hogy a Balázsra egy kicsit izgultunk, hogy ki fogjátok-e találni az ízeket, mert ha nem, akkor mi lettünk akkor volna. Igen, baj van. De nem vagyunk rosszak, tehát nem, egy alapfagyi felhasználókhoz képest nem vagyunk rosszak, úgyhogy egyikünk se látta a listát, teljesen tudatosan nem néztük meg. Biztos vagyok benne, hogy ezt nem találom ki, de most komolyan, mert hogy itt ebben lesz valami csalfintosek, nekem ez Szeder csokival. Szeder csokival. Közel vagyunk, gyakorlatilag ez egy éjcsokis fekete ribizli. Na. Ez egészen a racionalitás talaján maradtatok ezekkel a fagyikkal. Tehát nincs nagyon elborulva akkor ez a dolog most. Nincs egyébként. Ó, Mák. Balázs? Na, ez egyforma most? Nem, egészen. Már ezt az utolsó, ez... Nagyon kínáljátok, ez gyanús. Ebbe apatej van, srácok, vagy ebbe mit tettetek? Mert nagyon-nagyon furi. Ez megy. Cseresznye? Nem. Paradicsom. Feri, ezt te csak folyékony formában ismered, Feri. Ez már neked, jobb is az íze, mint ez neked túl szirán. Várjál, most megkóstolom, becsukom a szemem, és hosszú végtelen mezőket látok magam előtt, amiket tálib katonák őriznek általán egy veltesekkel. Érzem a kis ópium illatot. Ez Mák. És ez mi volt? Ez a nagyon, nagyon gyümölcsös? Levendulás epres limonádé. Levendulás epres limonádé. Feri? Feri megkóstolta. Én már megkóstolta. A csokit nézzük már. Jó. Meg. Az végre rendes. Én ezeket jó, utolsó, aztán zárnunk kell a dolgot. Nem, sajnos még egy meg kell csinálni. Ezt csináljátok. Akkor ilyen cacik is nagyon elborult, akkor ti nem is csináljátok. Tehát ezekből akkor nem. Meg a hagyományos. Hát néha azért becsempészünk egyet-kettőt kell. Na, ez fagyi. Na, mit kaptál? Ez fagyi. Csoki? Csoki, de olyan, hogy megőrülsz. Mi van benne, Balázs? Ez micsoda? Ez egy csokoládé. Ez csokoládé fagyi. Nagyon exkluzív. És ez zöld műanyag kanál. Ez tényleg az a csokoládé fagylat, amelyik látott csokoládét is. Így van. Bármilyen fura, de... Azt például, hogy csalják el, na segítsetek. Tehát a például egy cukrász, vagy nem magát cukrásznak mondom, mert nem akarja belerakni a csokoládét. Ételszínezékkel megszínezi, de nem tesz bele. Hát alapfelvetés nekem, hogy mint vásárló, nyilván látott csokit, nem alapfelvetés. Nem alap... Szerintem kakó fagylatból nyilván többet fogyasztanak azért a hallgatók, mint csokoládé fagylatból. Tehát kisporolják belőle nyilván, a valódi csokit. Jó, de várjál, ha ez egy új kreáció náluk, akkor úgy kellett volna feltenned a kérdést, hogy csaltátok el korábban, hogy most? Ne, ők nem olyanok. Itt fölfőző gyakorlatilag kakóval, kakómaszával és egy csokoládét rakunk bele. Ez na, viszont annyira levendulás, hogy el kellene felejteni a levendulás szappanokat, amikkel az ember mosakodott hosszú éveken keresztül, meg, amiket az anyja rakott be a szekrénybe, hogy illatosak legyenek a igen, alapvetően ugye ezekkel azért óvatosak az emberek, akár rózsával, ibolyával, levendulával, mindenki rögtön a szappanra, a ruha illatosítóra, meg ilyenekre gondol. És ugye hát mi azért ezt nyilván igen. Fűszerként használjuk a fagyba. Na, drága hallgatók, csak mondjuk, hogy higgyétek el, nekünk se könnyű. Anyád, de jól laktam. Szóval higgyétek el, azért ez egy nagyon nehéz hivatás ám ez a rádiós műsorvezetés, nyeljétek le szépen a nyálatokat. Jó? Menjetek most már el. Nagyon nehezen gyűröm le ezt a pisztáciát én is. Menjetek el reggelizni, mi az ízeket megpróbáltuk átadni, de ez egy hálátlan dolog nektek, szegényeknek, de veletek vagyunk, értetek, kóstoltuk végig az egészet. Te most már nekünk apu? Én apu? Igen. Noelnak ti tejtestvérek, bár én is mellettem, mert nem tudtam, hogy az is rámartam a vanília, és utána szólt a Viki, hogy ez az, úgyhogy kicsit újra megkóstoltam. Nem, Feri, nem, mert nagy család vagyunk. Mert az, amit belekevertek a fagyiba, az a Vikiből származott, hogyha a Balázsba származott lett volna, nem lennél ilyen vidám. Az biztos. Na jó, de hát ha már őt ismerve, de...
Na most mondd el, volt valami. Srácok, de valami a fagyit mi is körbáltuk a barátaimmal. Nem, egy kis anyatejet ígértem nektek, megkaptátok. Köszönjük, de hogy a hallgatók sem maradjanak ki belőle, a nyári kitelepülésünk vagy tavaszi kitelepülésünkre már készülünk egy saját standard vikinek. Minden állomás. Igen, van nagyon sok, a mélyhűtőben tudunk. A készlet erejéig jók vagytok, az első két kitelepülés helyszínén abszolút, abszolút vihető a fagyi. Nagyon erős íze egyébként nem volt, nyilván humor jelleggel volt ez hozzákeverve a vaníliafagyihoz, de nem mondhatjátok Noáról és magatokról, hogy tejtestvérek vagytok. Vagy tejtestvérek vagy. A gyerek. Ugye? Pár év múlva majd. Istenem, és amikor osztozunk a vagyonon, tudod? Hát a tesódnak csak adsz belőle. Hát tejtestvérnek kell. Hát szerintem korrekt lenne. Ez itt a Best of Morning Show. Összeírogattad, hogy mikor dohányzol? Hogyne. Na mutasd a listát. Mit akarsz? Mutasd a listát. Neked 4-50 kávé és ébredés. 5-50 kávé plusz napi pletykák Annával cigi. 6-30 kávé, a tegnapi történések begyűjtése a portaszolgálattól, időjárás elemzés velük. 8 óra kávé plusz pletyi az emeleten, a titkársági pénzügyi információk átvétele, rendszerezése. Mikor leszoktatunk a cigiről, a következő a kávé lesz, mert 8 óra. 9 óra. Óra. Aztán pedig a pletyka. 9 óra. Pletyka, kávé, cigi. Udvari cigi, Árpi, a vezérigazgató köszöntése, kézfogással kérdés, szokásos gyerekek. Jól vannak-e? 10 óra. Szélszes találkozó az udvaron, a mit tudok Árpi hangulatáról kérdés megválaszolása. 11. Infocsere Lacival, plusz ő mit tud Árpi hangulatáról, még egy cigi. 12. Ebéd előtt és utáni cigi, plusz kávé. 13. Csak úgy cigi. 14 óra Annával telefon pletyka cigi. Miről beszéltünk reggel? Így van, de 15 órakor még mindig telefon Annával pletyka cigi. 16. Mielőtt az óvodába megyek a gyerekére, egy cigi. Jó. 18 óra Panna kézi edzés, kisúranás az edzésről, egy cigi. 21 óra fürdetés, mese, alvás, cigi. 22 taktikai megbeszélés a haverukkal a közös hétvégi fröccsözésről, fröccsel, plusz néhány cigi. Nem így, kevés. Így 20. Hát egy doboz. Nem kevés. Aha, nem rossz. Tehát akkor úgy van, hogy akkor cigi, kávé, pletyka, Anna, ezekről kell leszoktatnunk. Annáról nem kell semmi. Függőségi viszony alakult már ki ezekkel a dolgokkal. Nem, ez egy jó működő kapcsolat, semmi. Reggel Anna kávét főz, beszélgetünk, meghallgatom. Illetve Árpi. Na jó, azt értjük. Hát az, na, azt az nekem kicsi, az mi a beszélgetőt, az kötelező. Nincs mindig, mikor bejön a seggére csapok. Na, ugye, a lényeg, hogy először kipróbáljuk azt a módszert. Ez már módszer? Ez módszer. Ja. Uh-huh. Ez módszer. Ez na. Az első módszer. Az első módszer. Ami nem működik, de nem baj. Hiszünk benne. Meglátjuk. Meglátjuk. Az első módszer az az, hogy lehúzzuk a fölösleges cigarettát, és csökkentjük a számot. Ja. Sokan próbálkoztak ezzel a módszerrel, van akinek működött, van akinek nem. Uh-huh. Nézzük meg, hogy az első módszer működik-e. Találjunk a napodban 5 olyan szál cigarettát, egyből a felére ne csökkentsük, az drasztikus. Nem, az sok. Az sok. Találjunk 5 olyan szál cigarettát, amit kihúzunk, és ma már azt nem szívhatod el, hanem ahelyett majd adunk neked valami mást. Jó. Jó? Tehát 5 uh-huh. olyan cigarettát, amiről könnyebben mondasz le, és nem szívod el. Uh-huh. Tehát megpróbáljuk csökkenteni a napi adagot. 9. Mi 9? Már 9 óra. Ja, azt mondtam, csak megláttál egy számot. És én nem találok olyan pontot, 9. ami nem... 9 óra. Árpi köszöntési készfogás gyerekek kérdése. Tök jó. Nem kell ott egy cignek lenni a kezedbe, legyen virág. Mit szeret az Árpi? És ez igazából neki szól. Cserélt ki. Kihúzzuk a 9 órás, tehát 8-kor cigizhetsz egyet, kihúztuk a 9 órát, 10 órakor megint cigizhetsz. Legyen nálad egy doboz pralinéhért, megcsinálod vele Árpit. A 9-est pont. A 9-es kihúztuk, tehát 8-kor elszívhatsz egy cigit. De akkor hogy megyek ki az Árpit köszönteni? Tessék, megvárod az irodája előtt, és ott nyalsz egyet. Az teljesen jó. Azt mondja, hogy... De legyen nálad valami, amivel megkínálod az Árpit a cigi helyet. Tehát igen, egy csomag Győri kezd. Kínálom meg, mert nem dohányzik. Győri kezd, praliné, ruszli, sonka. Panna edzéséről ne súrany ki, ott lehúzunk egy szál cigarettát, tehát a 18 órás cigit kimaradt, tehát mielőtt óvoda egy cigi, no, nem áll. Utána 18 órakor maradj bent az edzésen, 21 órakor szívd el a következőt, fülletés, mese, alvás cigi. Igen? 16-tól 21-ig ne. Na hát ott Panna edzéséről nem menj ki. Az nagyon sok. 16-tól 21-ig az... Jó, akkor elmondom neked, maradj bent Panna edzésén, húzd a fürdetés, mese, alvás cigi, azt ott ne szívjál. Uh-huh. Jó? Tehát szívjál egyet 22-kor szívjál egyet. Igen. De most kettőt veszel ki erről az így... Nem, a pannát visszaraktam. Mondjuk ezt kérdezni akartam, kézi. Ezt a 21 óra fürdet és mese alvás cig, hogy elalszol, nem, és akkor a béka szádba rak egy égő cig. Igen. Nem, hogy altatás. Jó, mondom a következő. Altatás. 13 csak úgy egy cigi, ezt engedd el. Tehát 12 ebéd előtt
és utána szívjál nyugodtan egy cigit, igyál meg egy kávét, de a 13 cakú cigi, hát cakú cigi, itt nálam a legócomban. Mit szeretnél, cakcigi? 3000 cakcigi. Azt húzzuk ki. Ugyanígy szólja a cóc. Jó, ez 4, eddig, bocsánat, 3 szál. Jó, és szeretnék a reggelről valamit kihúzni neked. Hát most húztad ki a 9-est. A 9-est kihúztuk, a szélszes találkozó jó. Azt mondja, kihúzom még a 11-es, tehát 10-kor kimész ott a Lacival, csetelsz egyet, beszélgetsz, megtudod Árpi hangulatát, stb. 11-es a 11-est azt kihúzzuk, és délben újra rágyújthatsz. Akkor mi lenne, hogyha az ebéd előtti és utáni cigi helyett az egyiket, az előttit húzzuk ki? Maradjon meg a 11-es, a Laci valahogy cigizünk, de az ebéd előttit azt húzzuk. Az jó, kihúztam az ebéd előttit. Jó. Amúgy az után ebéd előtt jobban esik. Ne dohányozzál. Ha nem gyújtasz rá, jobb lesz a kaja íze, majd meglátod egyébként. Sokkal jobb lesz, jobban fogod érezni az ízeket, ha le fogunk szoktatni. Ezt egyébként is értem, hogy akkor a kurma, mint te, hogy dohányozz, hogy szét a száját kaja előtt. Kaja előtt nem szabad. Ez a stéfhit, hogy... Na. 1, 2, 3, 4 darab cigit szedtünk. Megnézzük, hogy működik-e. Jó, de mit csinálok helyette? Taktikai megbeszélés, haverok, a szex utáni cigi nincs beírva? Az nincs, hát az még mikor hazaérek, az már másnap. Ez egy átlagos hétfő. Ez egy sima átlagos hétfő. Ez már másnap. Hát pihenjen az asszony hétfő. Jó, hétfő pihenjen az asszony. Jó, vasárnap döngettetek keményen hétfő hat pihenjen. Nem lehet állandóan. Ha gyógyuljanak a sebek. Mindenkin a korbás nyomok, minden. Oké, na, tehát, akkor lehúztunk 4 darab cigarettát. A lényeg, hogy ilyenkor ugye mit csinálsz? Ugye nem adunk zellert a kezedbe, meg nem adunk meg fehér répát, sárga répát, nem kell semmit csinálni. Hoztunk neked valami mást. Jaj, de kedvesek. Tehát megadjuk neked a mozdulatot, de elveszük a nikotint. Ez egy jó dolog lehet. Tehát kvázi tulajdonképpen nem fogsz nikotint letüdőzni, de maga a mozdulat megmarad. Aha, hoztunk neked Janival egy bikacsököt, azt szopogatod. Hoztunk neked Janival egy pipát. Hát Jenny, na hoppácska! Hoztunk neked egy pipát. Jenny. Ezt a pipát megtömködöd. Aha. Nem tüdőzöd le. Igen. Ízlelgeted a füstöt, a dohányt a szádban. És kifújod. Aha, tehát irány a szájra. Mit most láttam már pipáz, nem embereket. Nem csalunk, nem kívánjuk a nikotint, a dohányt nem tüdőzzük le. Aha. Megtömködött kicsiny pipádat, és amikor a kihúzott cigarettákat látod, hogy most Bali és Jani azt mondta, hogy nem szabad rágyújtani. Pipázol. De az a baj, hogy a pipa hosszabb idő. De az egy szeánsz. Bizonyám. Nem foglalkozol a cigarettával, le van kötve a kezed, nem hiányzik, megtömködöd, és pöfékez. Hát, kimész ide majd 9 órakor, és pipázni. És van stílusa. Hát, hogy ez valljuk őszintén, cigaretta, oké, rendben van, persze, van, aki tudja azt is szívni, úgyhogy, hogy ilyen, ha mondom, cigaretta véges legyen, érted, legyen stílusa, de a pipa, az maga a stílus. Maga a stílus. Csak mondom neked, vaníliás dohányt hoztunk neked. Hú, de jó. Vaníliás dohány egyébként. Jár a kezed, tömöd a pipát, nem gyújtasz rá, 20 szárról lejössz 15 szárra, és a kimaradt szálaknál mindig pipázol. Nagyon jó. Jó? Zseni vagy. Ez, de tényleg. Ez a feladat. Nézzük meg, hogy mit csinálsz. Hogy áll a pipa egyáltalán? Árpikám. Mi a helyzet, Árpikám? Gyerekek, már rég nem találkoztam. Pipázol. Karikákat fújsz. Régi balladákat mesélsz, régi történeteket mesélsz a gyermekkorodból, és pipázol, de nem tüdőzöd le, nem csalsz, és megnézed, hogy amikor leteszed a pipát, rágyújtasz-e újra, és több nikotint viszel be, annyira ideges vagy, vagy tudod tartani a 15 szálat. Jegyzetelj, mindig nézd meg, hogy nem elbuktam, rágyújtottam, nem bírtam. Ha közben rágyújtasz, mielőtt az újabb kirendelt evangéliumod lenne, mondjuk 16 órakor, mit tudom, óvod előtt egy cigi, akkor írd föl, hogy nem bírtad ki, 15-30-kor rágyújtottál. Tehát tudjuk, hogy a tiltásait helyett rágyújtottál-e valamit. Jó, de szép darab. Nagyon, és igazi kézműves munka. Kézműves kis pipát szereztünk neked. Jó? Később megcsináljuk azt is, hogy még kerekebb legyen a sztori, hogy kapsz hozzá megfelelő fejfedőt is, mert azok, akik pipáznak, mindig hordanak olyan fura fejfedőt. Gondoljuk csak Sherlock Holmesra, Piszkos Fredre, mondjuk Leslie Lawrence-re például. Nagyon jó lesz ez, Feri, majd meglátod. Később, mutasd, add a hangot. Ha akarod. Megvan. Imádni fogom, hogy kint pipázol majd. Jössz.
Nagyon jó. Az, hogy feltöröd az inged ujját, felrajzolunk az egyik kezedre egy horgony, a másik kezedre pedig egy konzerv spermát. Vajon a részett tengerésze, vajon a részett tengerésze. Tudjátok, a három napon a 26 szállat fog szívni. A módszerünk nagyon hatásos. Oké, mondom mindenkinek, hogy nyugodjatok meg. Ez az első módszer. Sokan írják, hogy ez nem működik, rendben van, mi kipróbálunk egy csomó módszert. Tehát nem arról van szó, hogy a Ferivel ma letetetjük, mert abban nem lenne műsor. Tedd le, nem dohányzol. Lehet, hogy nem is menne. A fokozatosság elvén keresztül próbáljuk az első módszert. Így van. A csökkentett dohány és nikotin mennyiség. Nézd, működik ez a rendszer? Ha csak megyünk tovább. Az egészségi részét nézzük a dolognak, most ebben a pillanatban, hogy a pipát adtunk fel a kezébe, és kiúztunk 4 szálat a napjából, tehermentesítettük a tüdejét. Így van. De lehet, hogy aztán még idegesebb lesz, és este 22 órakor... Este 22 órakor nem kettőt fog szívni, vagy egyetlen azt mondja, gyerekek, még nekem 11 óra, 10 perckor ki kellett jönnöm, mert olyan nikotin mélységem volt, hogy még kettőt elszívtam. Akkor temetjük a rendszert, és előállunk a második fejezetben. Jó? Alig várom. Egyelőre csomó fejezetünk. Egyelőre megnézzük, hogy működik. Ma biztos, hogy te leszel egyébként az udvar sztárja. Mert ő leszek? Jó, tessék a dohányod. Jó, egy kis vaníliás. Mert azért úgy lenne igazán jó, hogy nincs hozzá dohány. Há, de szereztünk neked mindent. Finom vaníliás. Jó? 5 szállal próbálj meg kevesebbet szívni. Nézd meg a lelkiállapododat, nézd meg, hogy hogy vagy, nézd meg, hogy hiányzik-e az 5 szál, egyáltalán hogy bírod. Hiányzik, már most hiányzik, hogy kihúztuk. Mit húztunk ki, a 8 órásat? A 9 órásat húztuk ki, hát a 12-es elsőt, 13-asat és a 21-eset. Nem jó a mentális hozzáállás. Kétfajta mentális. Jó. Nem jó. Hát, tehát az egyik az, hogy vizualizálod, hogy egészségesebb vagyok, jókedvű vagyok, jobban azért érzem az ízeket, és elindultam a leszokás után. A másik, hogy erre ráparázol, elkezdesz izgulni, és már most úgy van hiányérzetet, hogy még igazából nem is hiányzik a nikotin. Mindig pozitív dolgokat kell sugározni. De már hiányzik. Tessék? Igen, most már hiányzik. Mert már ráfeszültél, hogy napi 5 szállal kevesebb. Hát de ne felejtsd el felé, hogy ez egy nagyon okosan felépített rendszer. Így van. Nem azért, mert mi is benne vagyunk, hanem az, igen, kaptál érte most valamit. Kaptál érte valamit. Tehát, hogy az, hogyha valamit elvonnak, és nem pótolják, az a gáz. Tehát te most kaptál egy nagyon szép pipát. Mindig vigyázunk rá, hogy a kezed le legyen kötve, meg legyen a füst kifújásának az élménye, csak nem adunk igazi nikotint, igazi dohány. Ezt te tüdőz le. Tehát a szájban egy kicsit öblöges. Jó, kicsit forgassam meg, hogy azért mégis. Jó? Aha. Használati utasítás a pipákhoz. A pipát mindig nyugodt körülmények között használjuk. Ez fontos. Ne legyél ideges, soha pipázol. Minden használat után óvatosan egy irányba csavarva szétszedjük a szopókát, és szálkefével kitisztítjuk. Jó? Hol a szálkefé? Ne felejtsd el, hogy tisztítsd a szopókát. Napi egyszeri használat után 24 órás pihentetés ajánlott, így lesz a pipa mindig jó ízű, és hosszú akkor ez nincs. Ez nincs. Napi egyszeri után 24 órás pihentetés. Hát ez milyen hülye rendszer ez? Hülyeség. Figyelmükbe ajánljuk az Apropó Pipa című könyvet, melyben eligazítás kapott. Na jó, köszönjük szépen a pipa forgalmazójának az önreklám. Gyerekek, hát a könyvet lehet az kultúra. Egy pipából mindig egy aromájú dohány begyújtása ajánlott. Jó? Tehát kevert. Mindig egy sárga barackos dohány. Megint a forgalmazónak egyébként tudod, a minden pipa. Mindenhez dohányhoz így van. Minden dohányhoz más pipa. Törése, repedése, körte, pipákra garanciát nem tudunk vállalni. Nem tudom, mi ez a körtepipák. A körtepipát a másik forgalmazó forgalmazza. arra nincs gari. Na jó. Szóval a lényeg. Kellemes pipázást kívánunk neked. Köszönöm szépen. Egy picit bánt, hogy nem egy ilyen régi, hosszú szárú pipát hoztatok, amit így le lehet tartani pocakmagasságban. Végig egy kicsit ilyen mixátos. Az egy jó mix. Tényleg van is ilyen kép az öregről. Írd föl, hogy voltál, mennyire voltál ingerült, sikerült-e tartani? Ha már most kicsit azért kimennék, de... De van, most már ráparáztál erre, de megvan még, arra gondolj, hogy megvan a 8-as adagot. Tehát ne, soha ne a félelem faktort nézd, hanem mindig pozitívan gondolj arra, hogy de jó, 5 szállal kevesebb. Aha. Jaj, de jó, nekem már elkezdtem egészségesebb lenni. Jó. Már elkezdtem meggyógyulni. Jó? Miért beteg vagyok? Nem. Hát, ahogy így ráigrezek kicsit. Na jó, jó. Most akkor hány, 4-et vagy 5-öt húztunk? 5-öt. Nézd már 5-öt. 1, 2, egyet szabadon kiúszhatsz. 3. Jó? Ja, 4, ez csak 4 tényleg. 4. Kezdjünk 4-gyel, nem kell 5-öt kiúszni. Jó, hogy egy új függőséget alakítunk ki ezzel a pipával. És itt fog menni. Állandó, itt fog dohányzni. Itt fog jönni, menni. Watson, bocsánat, Harpy. Feri, leszok, nem fogsz, de Balázsok legalább hülyet csinálnak belőled, imádom. Na, tessék. Ezért vagyunk. Szörnyű, hogy így átláttok ezen. Ez egyszerűen elkeserít, hogy egyszerűen már jó ízűen se tudunk hülyet csinálni, úgy senki, hogy ezen ne lássatok. Hát, ennyire egyértelmű.
komolyan mondom. Nem esik ez ennyire jól, hogy ilyen szinte átlátok a kártyáinkon, hogy mivel, mire játszunk mi, Jani. Az ilyen SMS-eket rögtön töröd, Laci, hogy megváltozik. Ne leplezzetek le bennünket. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Hawaii tengeri gyalogosról szeretnék egy picit beszélni, mert hogy túl korán ért haza, vagy direkt így ment haza, ezt nem tudjuk, mert hogy többféle hírt többféleképpen olvastunk. Viszont videóra vette, amint a neje éppen az egyik katona társával tölti a pásztor órákat. A dolog érdekes, ő valószínűleg készült erre, vagy kaphatott valami fülest, mert hogy úgy lépett be már a lakásba, hogy hát tulajdonképpen forgott a kezében a telefon, mint kamera, és felvette, ahogy ő megérkezik. Hát gondolom, a meglepit akarta a nyú arcára rögzíteni. Hát igen, vagy a meglepit akarta rögzíteni, vagy pedig ugye ő tudta, mert kapott egy fülest, hogy anya, amíg te ugye a hazát szolgálod valahol, mit tudom én, egy messzi országban, addig anya már mással mulatja az időt. Ő is a hazát szolgálta, anya is, csak a másik katonatársal. Így van, pontosan ez történt. Egyébként abban igaz a Ferinek, hogy nagyon népszerűek ezek a videók az amerikai katonák körében, amikor hazérkeznek, és ugye nem szólnak előre, hogy mikor jönnek haza a messzi távolból, mondjuk egy ilyen hosszabb, fél éves, egy éves kiküldetés után, és felveszik a reakciókat. Tehát hogy lehet, hogy ez tényleg úgy készült, vagy azzal a célral készült ez a videó, hogy felveszem anyunak az arcát, aki nem mennyire tudja még, hogy jövök. Igen. Na, hát emberünk belép a lakásban. Ugye itt látjuk a videót, itt is elindítom, hogy ti is tudjátok nézni. És azt látjuk, hogy ő... Na, nekem az a gyanús benne egyébként, hogy... Egy dedi kiabálás. Várjál, már ott apa, a gyerek. Aha. Tessék? Ott a gyermek is, igen. A gyermek játszik közben, ugye, amíg ugye apa megérkezik, és ő meglátja az apját, és baromira örül. A gyanús a videóban az, hogy apuci nagyon gyorsan halad valahova, tehát nincs ez a tétova keresés, hol van anyád, hanem ő célirányosan megy, elindul fölfelé a lépcsőn, és nem is nagyon köszön vissza a gyermeknek, mutatja a saját lábát, ahogy ugye sétál, megy. Akkor született a gyerek. Így van, csak hogy a két videó utolérje egymást, hogy ti is lássátok, majd picit előrébb tartom. Mm-hmm. Így. So. És hát... Csak mondom, hogy mi történik, megállítjuk egy pillanatra. Benyit a fürdőszobába, ahol anyu épp zuhanyzik. Anyu épp zuhanyzik, és a katona társa, ugye, tehát ő is egy tengerész gyalogos, éppen egy forró csókot nyom a mesztelen anyu szájára. Aha. Hát ez nem inflagranti, gyerekek, a srác föl van öltözve, átszaladt leszappanozni a hátát így anyának. Van. Meg egy forró csók, nem megcsalás. Ja, az volt. Na, ugye itt megkérdezi, hogy mit csinálsz, megcsalsz, és hogy takarodj el a házamból, mondja a srácnak egyébként. Go on. És folyamatosan követi, a kellemetlen a dologban az, hogy átmennek a hálószobán, és láttátok a hálószobát, viszonylag rumlis állapotban. Aha, a nagy műsor tehát volt. Tehát ott nagy műsor volt, igen. Leköveti a srácot. Yeah, I bet. She's fucking... Your niece now, huh? You're lucky I don't beat your fucking ass, bitch. Hey, what's your name in rank, dude? Igen. What's your name and rank, bitch? Itt ugye azt kérdezi tőle, hogy mi a neved és mi a rangod, tehát hogy nyilván próbálja megtalálni, hogy hol szolgál, vagy hogy milyen rangja van, mert ugye folyamatosan megy utána, de nem fordul a srác vissza a kamerába, tehát nem ismeri meg, és aztán elszalad. Igen. Yeah, you're fucked, dude! Say goodbye to your fucking rank, bitch! Na, itt ugye csúnya a szavak kísérletén. Nagyon sokszor mondta, hogy rendfokozat. Igen, kicsit szólál. Igen, hogy ezt mondja a végén, igen, hogy búcsúzz el a rendfokozatottól, hogy elrontotta, csak más szavakkal mondja. Aha. Tehát, hogy ez ki fog derülni. Tehát a gyanús ebben az, hogy ő valószínűleg ezt tudatosan csinálhatta ezt a videót, ha már így kamerával ment. Igen, csendben volt, amikor azért mondjuk egy évig nem vagy otthon, és a gyereked azt mondja, apa, hát arra csak válaszolsz valamit. Mondom, nem láttam még, mert akkor kim volt a fater, amikor született, érted? Vagy pedig a kisgyerek azt hitte, hogy az igazi apukája, aki fönn van. Hát több okból érdekes a dolog, szerintem nagyon nyugodt az emberünk hangja. Én azért kiabálom. Hát, én nem hallottam annyira nyugodtnak. Én szerintem azért ez a hang nem annyira nyugodt. Hát én üvöltenék. Nem? Jó, de te nem vagy katonaviselő. Na, mindjárt megbeszéljük, hogy mi ez a regula. Ez igaz. Mindjárt megbeszéljük, hogy ki mit csinálna, és már most mondjuk a hallgatóinak, hogy most ne azok jelentkezzenek, akik rájöttek egy cetliből, rúzsfoltot találtak, hanem tényleg olyanokat keresünk, akik úgy léptek be, hogy éppen hancúr volt. Tehát a legdurvább inflagranti vagyunk kíváncsiak. Fegyverbarátságot kötött asszonykátok, férjetek, barátotok, barátnőtök úgy, hogy egyszer csak ti megérkeztetek. És hogy ebben a helyzetben az ember mit csinál? Na, tételezzük föl, tessék, mentek haza. Uh-huh.
Mentek haza, ott van. Igen. Asszonykátok. Jövök haza Afganisztánból. Jössz haza a turkmén. Frissen előléptetve őrvezetővé. Na, te jössz haza Afganisztánból, te jössz haza a turkevei. A turkevei bőrfesztiválról. Te jössz akkor Afganisztánból. Na, aha. Tessék. Próbáljátok magatokat kicsit empatikus éneteket előhozni, nem lesz könnyű, és valójában beleélni magatokat a szituációba. Tehát nem eltolni, hanem átérezni. Aha. Mentek haza, kiéhezetten, egy éve nem láttatok asszonykátokat, benyittok a hálószobába, és valaki éppen csúnya ronda dolgokat művel a ti feleségetekkel, vagy barátnőtökkel, élettársatokkal, csajoddal, nem tudom most éppen melyik stádiumban. Aha. Mit csináltok? Mi történik? Mi a rendfokozatot, te rahadék? Őrnagy vagyok. Felügyelsz, felüljáró! Jó, sikerült az empatikus énedet elővenni, látom. Ennyi van benned, nem több. Értem. Ha egy pillanatra komolyra fordítjuk, aha, tessék. Ha-ho! Nagy kér. Hát figyelj! Ez a reakció. Igen. Ez a reakció. Ez egy rádióműsorban kevés. Hát próbáljuk verbális formában tenni. Állunk és nézzük. Igen, egy percig. Akkor nézzük most egy percig csendben. Mit mondasz? Neki állsz erre lefagynék. Hát alapvetően nem az lenne az első, hogy elkezdek üvöltözni, mint az állat, hanem valószínűleg lefagynék. Én viszont igen. Én azért mondtam. Látva. Anya, mennyit változtál? Anya, mennyit változtál egy év alatt, hogy a fáradt mondtam, hogy ki van elől és ki hát? Mondtam, hogy tarts be azt a diétát. Na, de próbáljuk egy kicsit komolyak maradni. Én azért mondtam, hogy szerintem a csáv, tehát hogy kamu a dolog, mert hogy a csávó nem eléggé volt felháborodva. Uh-huh. Én biztos, hogy üvöltenék. Nem lehet, hogy csak nem, a gyerekre volt tekintettel? Tehát, hogy nem akar... Igen, a gyerek ott mászik a lépcsőn, gondolod el azt az illetet, ott a gyereked a lépcsőn, aha, ő már ugye megismer, mert mondta, hogy daddy, tehát hogy örült az apjának, ugye, de nem állt meg a gyereknél egyébként, hanem ment tovább nagyon-nagyon gyorsan föl a lépcsőn. Tehát szerintem, itt, szerintem itt ő kapott egy jelet, hogy fönt lesznek a fürdőszobában. Hát, ugye, hogy bemegyek, kisugod, nem? Igen, ahogy, ha én bemennék, és akkor azt mondanám, Sony, hogy legyetek csöndbe. Megyetek a ütőszekrényhez, addig én fogok megyek. Hápápá, megyünk ki a szemestrát. Hápápá, mi van a szatyrodban? Tyúk, kakas, tojás. Frigászunk. Liba, kacsak. Addig én fölmegyek anyátokhoz, és ahogy fölérek, halkan. De így érkezik meg, igen. Az már nem kukoréka, paf. És ahogy fölérkezel, akkor ott meglátod a dolgot, hát én biztos, hogy üvöltenék. Béka, sül! Zsűl? Hát, mit keresett a zsűl? Most a tényleg katonatárs. Érte, persze, katonatárs. Tehát a zsűl addig ápolta a kapcsolatokat. Igen. Ápolta a kapcsolatokat. Nem lehet, hogy arról volt szó, hogy úgy férkőzött be mondjuk annyinak a kegyébe, hogy mit tudom, hogy azt hazudta, hogy valami probléma történt a kapcsolatban, és ott esett el mellettem, és azt mondta, hogy vigyázzak rá. Igen, azt mondta, hogy menj már. Hajd nyugodtan így a fejed. Én vigyázok a gyerek. Nem mondta, hogy nem szeretett csinálni. Na, szóval komolynak fordít. Még egyszer, kérlek benneteket. Empatikus életeket vegyétek elő. Ordibálsz? Ez megalázó hát, ebben az a... Isten történik itt? Hát, nem? Így? Na várja, még egyszer légy szépen. Ki a fene ette meg a gombás tojásra? Gombás tojás. Édes Isten, meg a neckávét gondolom. Bárbai sonkás szalonnás oldalassal átitatod. Na így már jobb. Szóval, hogy... Az a baj, hogyha még nekiállsz ott hepciáskodni, verekedni, az is egy ilyen bűn megalázó szituáció, nem? Hogy még ott nekiállsz ott dulakodni, verekedni, nem tudom. Egyébként nincs, nehéz a kérdés, mert nincs rá valójában jó megoldás. Nem a csávó nem? A hibás, azért azt mondjuk meg, hogy ilyenkor mindenki a hát azért harmadik, is benne van. Benne azért van, de mindenki van. A harmadikra próbálja kenni a dolgot, ugye ezt már számtalanszor átbeszéltük, hogy egy megcsásnál mindig az újonnan érkezőt kezded el utálni. Holott hát te is hibás vagy benne, meg anya is hibás ebben a történetben, tehát az én vele elbeszélgetnék, hogy oké, hogy nem voltam most egy évig, mert túl kemény voltam egy éves Böllér fesztiválon, na de hát akkor legalább egy telefon, hogy ne gyere haza. Hát igen, nem túl okos. Hamarabb jöttem, hogy az túl alfa találkozom vagy. Nem mondtad, hogy egy nappal korábban véget ér az alfa találkozom. Igen, hát nem egy egyszerű élethelyzet. De nem egy egyszerű. Nem tud. Én gondolkozom rajta, azért kérdezlek benneteket, mert addig én is azon gondolkozom. Nem tudom. Yes, szabad vagyok. Végre, lakolhatok. Végre egy ürügy. A fene se tudja, hogy ebben a helyzetben mit csinálsz. Valószínű, hogy nem állsz neki ott nagyon
durván lögdösödni, verekedni. Az egész szituáció baromi méltatlan, nem? Tehát kiküldöd a mesztelen emberrel, kiküldöd az egyik a feleséged, elkezdtek ott hemperegni, meg verekedni. Hát attól függ, az embernek milyen a vérmérséklete, olyan, akkor tényleg neki rohansz. És akkor ott birkoztok, mert nem érdekel, agyon akarod verni. És ha pont közben nem? vannak és mesztelen a hapsi, akkor egy mesztelen csávóval kezdesz el birkózni. Ebben a helyzetben nem tudom, hogy érdekel-e. Tehát ha olyan a vérmérséklet, hogy szívesen megborítod, akkor teljesen mindegy, sőt, még élvezet is, hogy mesztelen. Tehát akkor nem azon gondolkozol, hogy jaj, neki ez milyen megalázó. Képzeld már el, hogy Török Bálintig kergetsz egy mesztelen férfit, és üdvöltözöl. Nem, azért hülyét nem kell magadból csinálni, egy vizes törölközőben csapkodod a fenekét, és rohantok végig a hetesen. Tehát azért ezt nem így képzeled, de ez valami szörnyen megalázó lehet. Tehát ennél durvábbat, destruktívabbat, megalázóbbat, mint hogy tényleg így kell szembesülnöd azzal, hogy téged megcsalnak, ez senkinek nem kívánja az ember. Tehát ez valójában szörnyű. Nem is tudom, hogy tudsz-e rá mit mondani ott helyben. Szerintem nem, becsukod az ajtót, kijössz, leülsz, veszel egy nagy levegőt is átgondolod. És a közös otthonotokban. Hát az meg aztán ráadásul pláne, szóval, hogyha már tényleg megtörténik a dolog, akkor vigyél egy motelbe, egy hotelbe valóban. A közös ágyatokban ezt megtenni. Na, itt van velünk egy hallgató. Hello, Laci! Na, Laci, veled mi történt? Hát én tavaly július 26-án este 11-kor lementem ott a mellettünk kocsmában, ott dolgozott a feleségem. Záróra előtt nyitvatartási időben már záró volt az ajtó, aztán amikor benéztem az ablakon, csak azt láttam, hogy teljesen mesztelő a Rexes falon közösülnek. Elnézést, hogy nevetek, nem azon nevetek, csak a Rex asztalon, ez annyira retro. Ráadásul a szomszédunkban lakó, addig barátom, aki a feleségemnél 10 évvel fiatalabb. Mit csináltál? Hát rájuk zörgettem az ajtót, ilyen gyorsan még nem láttatok nőt fölöltözni. Kijött, kinyitotta az ajtót, bementem, megkérdeztem, hogy mi volt ez, csak nézett, közöltem vele, hogy többet ne jöjjön haza. Mióta volt a feleséged? Hány éve voltatok együtt? 22 éves házasság évforduló volt előtte egy hónappal. Ilyenkor nem akar az ember verekedni, bemenni, birkózni, leütni a másikat? Nem, abban a pillanatban szembe se jutott. El is váltatok, gondolom, nem? Hát most folyik a válóper még. Ő el akar válni, vagy ő mondja, hogy egyszeri dolog volt, ne haragudj, és maradjatok együtt? Nem, ő azóta élettársi kapcsolatban él a srácsal. Ja, hogy nincs is nagyon a lelki mellett furdalási szakasz, kibékülés, ne haragudj, megbántam. Semmi. Aha, tehát valószínű, hogy ő már ezt elengedte. Túl vagyok rajta. Igen, hát ahogy nem akarja az ember látni a saját feleségét, ugye? Főleg nem. Hát ezek után már botta se nyúlnék hozzá. Ennyi év után. Köszi, hogy elmondtad, reméljük, hogy jobbat találsz, Laci. Köszi. Köszönöm, ciao. Sziasztok! Hello. Itt van velünk Tibi, hello Tibi, jó reggelt! Sziasztok! Hát nagyon hasonló a történet Lacihoz, csak én nem vártam meg az aktust. Az én kedvesem azt mondta, hogy elmegy egy csapatépítő tréningre, el is ment, csak én már gyanakodtam, hogy valami nem stimmel vele, és utána mentem. Igazából így tudtam, melyik szobában lakik, melyik szobában fog aludni, és így este én is így bekukkantottam az ablakon, ahol nem volt behúzva a függöny, és hát akkor bújt be mellé az egyik kollégája, ugye addig jutottak el, amíg láttam, amíg így csókolóznak, megfogtam a mellét, és akkor bekopogtam én is az ablakon. És ebbe az volt a legszebb, hogy még megjátszotta a hülyét, tehát hogy így megkérdeztem tőle, hogy most akkor ez mi volt? De hát elég hülye kérdés, mert hát tudom, hogy mi volt, de hát most ilyenkor mit mond az ember? És rám nézett bután, hogy nem történt semmi. Ja, aha. Csak annyit mondtam a fiúnak, hogy jobb lenne, ha visszamennél. És akkor ebből így úgy érezte, hogy most itt nem kéne, és akkor ő elment. Aha. De te is kulturáltabban intézted a dolgot. Nem hiszek benne, hogy segítene az, hogy az ember agyonveri a pasit, mert alapvetően ezért a nő kellett ahhoz, hogy a pasi ott lehessen. Persze nyilván a Pali is tehet róla, de hát a Pali hallhat bármit. Nincs feleségem, nincs férjem, nincs senkim. Tehát, hogy ugye? Én azt gondolom, hogy ilyen esetekben nem az a megoldás, hogy agyonverjük a palit, mert egy épp egészséges férfi ember, megtetszik neki, egy nő megkívánja, bepróbálkozik. Hát ha a nő enged, akkor enged. Ilyenkor minden kulcs a nő kezébe van. Te Tibi, köszi, hogy elmondtad. Én is köszönöm. Sziasztok. Ciao, hello. Én egyszer sajnos, hál' Isten, hamarabb értem haza munkából, éppen zajlott az aktus, hát nem kellemes érzés. A luksogor még fel volt háborodva, hát adtam neki egy kis kókuszkát, de ami a legjobban bosszantott, hogy a hölgyel szétválnak útjaink, hogy az én sörömet itta. Na most ebben a pillanatban nálam is elszakadt a cél. Még azért, hogy tudta, hogy a hölgyel szétválnak az útjai, de hogy az ő sörét itta, ezt kikéri magát. A rohadék. A rohadék, igen.
Az egyik ismerősöm volt, az aktus közben ért haza, leült az előtérben, megvárta, míg végeznek, a felesége kapott egy pofont, a gyereket meghívta egy sörre a kocsmába. Beszéljük át a sztorit. Hát azt mondta, hogy az asszony a hibás, mert ha ő nem akarta volna, akkor nem lett volna semmi, természetesen ők is azóta szétmentek. Hát ez a másik véglet, azért leülni sörözni, nem? Azért igen, egyfajta baráti. Baráti, baráti hozzá. De érdekes, hogy ez az SMS is arról szól, hogy, hogy a nő a hibás. És hogy úgy tűnik, hogy a férfit nem is hibáztatja annyira. Mert hogy az előbb betelefonálunk, és azt mondta, hogy egy egészséges férfi ember fejében nyilván megfordul, és ha ott van előtt a lehetőség, kihasználja a nőt. De szerintem ebben van igazság. Tehát, hogy ha te félrelépsz, akkor mindig van egy pont az életedben, és mindig van egy adott pont a párkapcsolatodban, amikor te még eldöntheted, hogy lesz-e belőle, vagy nem. Valami. Tehát mindig van a flörtörésnek egy olyan pontja, amikor zárod a dolgot, és tudod, hogy megtörténhetne, de nem akarod, vagy engeded, hogy menjen a dolog, történjen, és utána már átadod maga a történéseknek. Tehát mindig az dönt, aki párkapcsolatban van. Az nem nagyon hibás, aki egyébként kintről jön. Most ő mondja azt, hogy nem nyomulok arra meg, a nőre, mert van férje. Nyilván etikai szempontból, vagy morális szempontból azért ez kérdőjel. Vannak pasik nők, akiknél hál' Isten ez tabu, feleséged van, férjed van, nem érdekel. Szerintem ez a jó. De mindig a párkapcsolaton belül lévő ember az igazán hibás ebben, nem? Hibás az, hogy most ha téged, nem tudom, bárki a feleséged megcsal, akkor a pasit hülyére vered? Nem feltétlen. A nőnek kell, vagy a pasinak az adott helyzetben eldönteni, hogy tovább megyek és beengedem a harmadikat, vagy lezárom és nem jöhet. És hát, az is családos, akivel szóval... megcsal. Tessék? És az is családos, akivel megcsal. Akkor az az ő ügye, az ő családja. Igen, nem tudom, hogy van-e azzal dolgod. Most oda mész borítani, persze. Nyilván nem jó dolog, sőt, hát egy rohadék, hogy ezt megteszi a saját családjával, de neked mindig a pároddal van elszámolni való, soha nem a harmadikkal. Ő azért te... jöhetett be, mert a te párod beengedte. Csak te hazamész, és meg elkapod ezt a sztorit, hogy ott van a kedvesed, a feleséged, meg egy hapsi, akkor mi történik, hogy miért a hapsit kezded el ütni, vagy miért neki mész? Mert a nőt azért szereted, még akkor is, hogyha épp a megcsás pillanatában vagy. Én mind, nem? Azért, hát igen. Kezd, igen, meg, azért meg jobb fáj... rányomni, hogy ő a hibás, meg ő kezdett ki, mert mindig, ha átnyomod valaki másra, addig se nézel azzal szembe, hogy egyébként nyilván a feleséged valószínűleg azért lépett félre, mert te valamit nem adtál meg neki. Feltételezzük ezt az élethelyzetet. Nem volt egy érzelmi hiány, aztán a párod, ja, csak azt mondta, hogy eddig is nem tovább, igen. Jó, na hát... Igen, gyerekek, a virágos kertet gondozni kell, írja valaki, nyilván ott is vannak nagy megfejtések, igen, köszönjük szépen. Ő nagy gondozó lehet, ő nagy kertész lehet. Gyomlálni, trágyázni. Egy. Nem múlhat el reggel morning show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. A legenda, a tánc királya, a géppuskalábú, az utánozhatatlan, az egyetlen Michael Flatley. Azt hittem, hogy csonkapicéről fogunk beszélni. Michael Flatley visszatér. Visszatér Michael Flatley 51 évesen, és úgy néz ki, hogy újra színpadon áll, hogy újra itt lesz, hogy újra ellátogat hazánkba a tánc és az írzene koronázatlan királya. Örömet látok az arcodon. Figyelj, én bírom. Nem tudom, nem értem, nem tudom azonosítani. De miért? De ő jó. Ő hát nagyon jó. Izgalmas, ő nagyon izgalmas. Érdekes. Ő nagyon jó. Én láttam a Kelták háborúja, meg a Lord of Dance című előadását, és kész voltam. Az első sorba ültem a Népstadionban, ami akkor még úgy hívták, és 30 ezer ember tombolt a lábával, és doboltak, és tapsoltunk, és táncoltunk, és ölelkeztünk, és levetköztünk, és mindenhol döbbenetes sót csinál. Vissza a pénzemet! Vissza a pénzemet! Megrohamoztuk a pénztárok balhéletből, nem. Brutális sót csinál a pacák, és én nekem már akkor volt vele kapcsolatban egy olyan érzésem, hogy ő egyszer visszajön. Ő nem hagyja ezt a dolgot abba, nem tudja abba adni. Na hát most a helyzet az, hogy az Amerikában született ír származású táncos énekes úgy döntött, hogy visszatér. Visszatér, és többek között Magyarországra is ellátogat. Michael Flatley, a Lord of the Dance királya. Ő egy perc alatt, illetve egy másodperc alatt, ő 28-at tud steppelni a lábával. Na most, ha mutatsz nekem egy olyan embert, aki képes bármilyen... Jó, ez egy baromság. Olvasd le a számra, baromság. Hogy? Tehát nincs olyan, hogy nincs, eleve nincs ilyen. A tánc királyával. Nem toppanthat 28-szor a lábával, mert ilyen nincs, ez fizikailag lehetetlen. Nem. Ez két dobverővel, mondjuk Dave Lombardo, a Slayernek a dobosa meg tudja szerintem csinálni, de Michael Flatley nem 50 évesen, hanem 25 évesen sem tudta ezt szerintem megcsinálni. Ez lehetetlenség. Ez nem igaz. Ez a valótlanság. Amit állítasz te, szóval hazudsz. Hazudol, Balázs. Most akkor én hazudok? Nem.
Félreértettél. Nem tartok meg. Ő a tánc királya. Az jó, a tánc királya lehet, de 28-al nem tud toppantani a lábával. Senki nem tud 28-al toppantani semmivel. Na jó, itt van Laci, aki a show világából érkezett. Na. Laci szerinted ez elképzelhető? 28-szor toppantson valaki a lábával egyetlen másodperc alatt? Biztos, hogy nem. Hát ez egy ilyen hatalmas kamu. Jó, téged is megvett a Jani valamivel. Egy másodperc, az annyi, most mutatom, figyelj, nem olyan kevés ám az egy másodperc. Jó, ez nem kell stopperó. Tehát elindul, azt mondom, hogy most, ez volt egy másodperc. Ugye az egy másodperc az nem úgy van, hogy egy, hanem az indítástól kezdve elterik még egy másodperc. Tehát figyelj, most! Már mennyi volt? De már ennyi dolog, nem tudtad összeépíteni a kezedet. Figyelj, ne a Lacit kérdezz. Négyszer tudtam ütni bele ezzel a tollal. Figyelj. Ez csak. Na, ez legalább volt 30. Figyelj, megmutatom, hogy ő mit csinál. Hát hallgass bele egy kicsit. Ezt ő csinálja a lábával. Figyelj, ebben nincsen, ebben... Várjál, találok egy arra, hogy szólózik. Figyelj, ezt hallgass. Jó, valaki engedje már be, mert rossz a csengő. Őrületesen jó a pacák. Figyelj, én nem azt mondom, ez az ember nagyon jól táncol. Tehát, hogy ez teljesen nyilvánvaló, hogy az a show, amit csinálnak, az világszínvonalú, meg világszínvonalú volt, meg világszínvonalú lesz. Egyébként, ahogy olvasom az SMS falon, azt írják, hogy ő a korára való tekintettel nem fog már fellépni. Csak betolják. Tehát, rohadék, aki ilyet ír. Ezt kikérem magamnak. Michael Flatley a király. Figyelj. Michael Flatley visszatér és letáncol mindenki. Ő magába szerintem egyébként így szólóban ez a fajta tánc amúgy sem nagyon él meg. Tehát én el nem tudom képzelni, hogy másfél-két órán keresztül valakit lekössön az, hogy valaki így ugrál csípőretet kézzel, és topog a lábaival. Tehát, de az összes körítéssel, az intelligens lámpákkal, a lézerfényekkel, a gyönyörű nőkkel, akikkel direkt nem vetetnek fel melltartó, illetve levetetik velük. Én el tudom azt képzelni, hogy 20 percen keresztül bent maradjak, és csak később menjek ki szendvicset. Jó, de azért, mert nem nyírnak ki egy csirkét, és nem headbengel. Nem headbengel valaki. Csicserek levágott marhafejek a színpad szélén, igen. Tehát ezzel is nem forog egy daráló folyamatosan, a élő állatok vérét isszák meg, ahogy alá fekszenek a darálónak. Nem, hogy kezdődik a koncert, hogy fuck you all! Tehát ez más, ez kultúra. Elküldök 28 darab brit az éterbe egy másodperc alatt. Brrrr! Hát ez na, ő így dobott. Itt az új Michael Flatley. Nekem is teltházas sót lehet a Népstadionban. De egyik kedves hallgatók azt írja, hogy nyomjanak a kezembe egy Wikipédiát, mert hogy egy másodperc alatt valójában 35-öt dobbantott. Na, látod? Én nem akartam mondani, én azért hoztam ez le 35-öt. Ez nem dobbantott, hanem toppantott. Én megkeresem azt a részt, amikor párbajoznak, mert van egy ilyen rész is. Van toppantó pár. Ez még te mekkora rohadék vagy. Az nem toppantó párbaj, ők táncolnak. Várjál, rákeresek én is. Várjál. Azt mondja, hogy toppantás. Párbaj. De ne figyelj, mondom, a tánccal semmi gond nincsen. Na, igen, ez már az. Az csak egy kicsit merülj el benne. Ez nem a párbaj egyébként. Figyelj. A rohadt párbaj nem találom, totál beégek. Pedig szerintem a hallgatók is ki van a kegyezve. Az, hogy ebben benne sincs a Flatley, akit most egy csajtánc. Rohadt, hol vagy, te szemét, nagy cserbe. Nem volt, ebben nem volt benne a Flatley. Na várja, itt van, oké, figyelj. Ezt mutatom, nem tudom. Oké. Na, ebben harangozás már van. Oké. Jó, most miért megy? Most mindenbe belehallgatunk a YouTube-on? Ez sem, okay. Ez sem. Na várj. Na. Okay. És az egyikük furujával párbajozik, a másik megtompa. Egy dom és egy furuja csap össze. Na figyelj, szóló. Michael Donnella. Ki az a Michael Donnella? Jó, mindegy, megmutatom meg. Figyelj. Párbajozik. Itt a párbaj. Na ezt hallgass. Ez mi jazz párbaj. Igen, Miles Davis. Írd be azt, hogy párba, és mindent nézzük. Jó, az, hogy ez a családi home videó, a gyerek ugrál a színpadon. Egyébként konkrétan ez a fellépő ruhája a srácnak, akiről te beszélsz, egy farmer nadrág. Most valami fásimulatóban vagyok szerintem, tehát ez nem az. Mindegy, akkor is meg, ha megrohadok, megtalálom ezt. Nagyon vicces. Na, jól van. Hát jó, a gyerekek, megtalálom, amikor Michael Flatley egy másodperc alatt 35-öt üt a lábával,
ez a rész, ez fenn van a neten. Úgyhogy ezt megtalálom. Imádom, amikor nem, tényleg nem hallják meg néhányan, hogy nincsen semmi gondom Michael Fredley-vel, csak ez a toppantás. Ez nekem olyan fura. Csak ne topogjon ott neked egy ilyen kis szűk nadrágban. Fél, tényleg zseniális táncos, zseniális koreográfia, magával ragadó, fantasztikus esemény, rendezvény, menjetek el, nézzétek már. Á, most komolyan. Tehát, hogy semmi gond nincsen vele. Semmi gond, csak ez a toppantás. Ez olyan fura nekem. Meg eleve nem hiszem el. Tehát, hogy fia, állj föl, próbálj meg toppantani nekem 11 másodperc alatt. De hova, ide a pultra? Hát, toppantsál már ide a pultra. Egy tizet. De ne tizet, egyet. Én olyat ide toppantok meg. Na most őszintén tudsz tizet toppantani? De én kerestem neked... millió dollárokat? Nem, mi vagyok Michael Flatley. Találtam egy Flatley-s részt. Egy párbajt? Találtam egy olyat, amikor szólózik. Na? És ezt akarom neked megmutatni. Én egyre többet tudok egyébként Michael Flatley-ről. Tehát azt el kell mondjam, hogy... Utána néztél? Igen, az utóbbi, mit tudom, 10 percben én többet tanultam erről az emberről, mint az utóbbi 40 évben. Komolyan mondom. Most már tényleg. De... azt, hogy 28-at toppant, illetve 35-öt egyes források szerint, azt továbbra se hiszem el, mert még nem találtam meg fönt egy etlen videó megosztó portálon sem azt a videót, ami ezt ábrázolja. Ha hiszem, de egyébként miért kell engem, most komolyan kérdezem, miért kell engem lehülyézni azért, mert nem hiszem el azt, amit még mert nem ez láttam. Ez egy triviális dolog, ezt mindenki tudja, hogy Michael Flatley. Ez egy teljesen triviális dolog, tehát Michael Flatley tud. Várj, itt van velünk MC. Szia MC, figyelj! Na jó, hagyjuk a tiszteletköröket. Figyelj, elhiszed azt, hogy Michael Flatley 35-öt toppant egy másodperc alatt? Én 36-ot esek egy másodperc alatt. Úgyhogy ennyi. Jó, hogy sziasztok, hello MC, hello. Rögtön nekiállunk, csak ezt még meg akarom mutatni. Michael Donnellan szóló. Figyelj, nem tudom, hogy szólózik. Nem azt mondtad, hogy Flatley van benne? Nem, mert Donnellan is tudja. Michael Donnellan, figyelj. A ritka viszki már. Figyelj. Igen? Ez van 28. Jó, hát. Ez simán van 28, ezt lebontod, ez annyi. Hogy lenne már 28, nem hallod? Neki beindult a Jazz Konzi, várj. De hallgass meg ezt. Ez már mi? Babos Gyula? Ne létsz, ne kopog mellé. Ez nagyon sok. És ez még nem gyors. Hát ez biztos nem a világrekord, ez csak valami helyi lehet. Most csak melegít. Most még közönség sincs. Most alszik. Ha ez se győr, én ígérem, hogyha eljön, elrángatlak egy flattire, és úgy fogsz bejönni, hogy mindenkitől elnézést kérsz. És másnap félmeztelenül jövök be egy ilyen kis boleróban, egy fejpánttal, kifestett szemmel, magas sarkucipőben, amivel már legalább 170 cm leszek. És most jön! Best of Morning Show. Juli, hello, jó reggel. Sziasztok, srácok. Szia. Mi történt az elmúlt két héthez képest? Az az igazság, hogy nem tudom, én erről már beszélgettünk, hogy féltek-e attól, hogy öregszetek. És én múltkor belenéztem a tükörbe, és azt éreztem, hogy valahogy nem tetszik a látvány, vagy nem tetszik a tükörképem, úgyhogy elkezdtem egy kicsit odafigyelni magamra, vagy jobban odafigyelni magamra. Azt hiszem, hogy összetöltött. Több botox, vagy mi lesz a vége? Nem, hát nem, ez még nincs meg, ugye? Több sport, vettem néhány új ruhát, úgyhogy most egy kicsit úgy... Újra kezdek, és a Mirónak nagyon tetszik. Uh-huh. De Miró szólt, hogy valami nincs rendben? Nem szólt. Tehát magadon érzed, igen. Hogy kicsit elhanyagoltad, igen, magad? Igen, tehát azt gondoltam, hogy ha ebből, még ebből is lejjebb megy, tehát hogyha még ez is, ami most van, ez a középkategória is még lejjebb megy, akkor az már nagyon nem lesz számomra tetsző, meg nyilvánvalóan neki sem, pedig azt hiszem, hogy ő ezt egyébként nem nagyon szokta szóvá tenni, de nem akartam, hogy nagyon elhagyja magam, úgyhogy most egy kicsit összekaptam. Meddig vagy hajlandó elmenni a kedvéért? Mármint, hogy hát, mire gondolsz? Hát, például azt mondja... A Kispesti Európarkban. Igen, tehát a Kispesti Európarkban, vagy a belvárosban vásárolsz. Nem, ugye azt mondja, hogy hát figyelj, szerintem megráncosodtál te asszony. Azt szerintem én előbb fogom érezni. Igen? Uh-huh. Mint ő? Igen. Tehát ő a teljes elfogadó férj. Nem, ő megállapodtunk, hogyha egyszer nagyon-nagyon sok pénzünk lesz, akkor cicit fogunk nekem csináltatni. Na végre. Te már lehet hitelre. Igen. Én tudom, de az igazság, hogy annyi minden van a mi családunkban, amire inkább kell a pénz, mint az én cicieimre. Ha. Hogy nehogy Julit húzzuk karácsonykor. Hát, dobjuk össze. Nem.
Egyébként... A felét a Miró, a másik felét meg mi. Na, és ne, akkor egy cici a miénk font... lesz a Julin. Nekünk nagyon fontos, hogy a munkatársaink elégedettek legyenek. Igen, fél, csináljuk azt, hogy nem húzunk karácsonyra, hanem mindenki azt mondja, hogy most kvázi a Juli jó. nevét húztuk ki, és akkor szálljunk be a fél cicit. Vagy egy fél cicit megcsináltok, és akkor a másik felét meg a Miró, amikor majd behozza. Amikor behozza. Meg amikor húzunk, most karácsonyi ajándékozandót, akkor majd a te neved mellé Mirójét is bedobjuk. És akkor, érted, te a balt, ő a jobbat kapja. Mit mondjak? Nagyon kedves ajándék. Ugye? Szerintem ez jó. De gyerekeim is meg szokták néha kérdezni, hogy anya, neked miért nincsen olyan nagyobb cicit? Hát, mondom, drágáim azért. Miért neked apa nézeget? Nem, mert nekem ekkorát tojt a Jézuska, úgyhogy... Rálatott a Jézuska. Mindegy, szóval ezzel szoktuk... Szerintem ez egy teljesen természetes dolog, és egy jogos igény. Jogos igény, így van. De egyébként, hogy én szerintem tőlem nem áll messze az, hogy egy idő után esetleg az ember beavatkozások alá, tehát hogy szépészeti beavatkozásoknak veti magát alá. Szerintem ez, hogyha valaki megteheti, és nem érzi idegennek, akkor tegye. Ez jó, ez nyilván nem fogok baj. Így kinézni, mint akinek hátrahúzták a fejét, de lehet, hogy egyszer eljön az a pont, hogy azt mondom, hogy na hát akkor egy kicsit próbáljunk meg rajta dolgozni. Hát ha már férfiak is meglépik ezt a dolgot, ugye nemrégiben az egyik rockstárunk töltette fel az ajkait. Ja, ezt néztem, azt láttam, az nagyon csókosra. Csókosra töltette az ajkait. Annyival szebbek azok a nők, akik nem csinálnak semmit. Én nem, de figyelj, állj, tehát óriási most nem a mellplasztikára gondolok, mert az nekem nincs bajom, hogy nőnek önértékelést, hogy legyen nagyon beletük jó. Hanem akik így szétbotoxolják magukat, és ha megnézed, hogy van egy 50 éves nő, aki természetesen öregedik, vagy egy 50 éves nő, aki szét van botoxolva, és nincs rajta ránc, egyszerűen fényévekkel szebb az, aki hagyja magát természetesen megöregedni. Tehát ez a szétbotoxolt, mimikátlan hollywoodi arcok jó, olyan rosszul ló, néznek. Okay, várjál, de az a ló túloldala, de ezt lehet úgy csinálni, hogy ez ne legyen borzasztó feltűnő. Van tehát, megállás, hogy igen? Persze, nekem van egy ismerősöm, aki felvarratta a ráncait, és csuda jól néz ki. Hmm. És tényleg 10 évet fiatalodott. Uh-huh. És nem is akar tovább menni, tehát ő nem gondolja azt, hogy akkor ezután injekció állandó, és mindenhonnan, és mi állandóan újra kell varni. Nem, ő itt megáll. De volt egy pont, amikor azt látta, hogy lóg az arca, és akkor felvarratta. Aha. Hát csak pár év múlva megint elkezd lógni, akkor megint jön egy újabb. Nem, én mindig attól félek, ha valaki elindul az úton. A cicivel teljesen egyetértek, hogyha a nő azt mondja, hogy ő ebből önértékelési problémával küzd, akkor csináltassa meg. Ez a többi nekem már meleg terep, hogy belekezdesz, megint továbbmész, még továbbmész, itt is meghúz, ott is, idén. Én szerintem tudnám ezt ügyesen kezelni. Igen? Nem hiszem, hogy meghűlnék tőle. Hajrá, Miró, a pénzügyben. Na, mit hoztál? Ez már a téma felvezetésen? Nem. Hát, hol is kezdjem? Szóval nyilván erről már egy párszor beszéltem, hogy azok, akik évek, évtizedek óta élnek együtt, azok pontosan tudják, hogy miről beszélek, hogy a kezdeti nagy lelkesedés, vágy, a nagy lobogás az egy idő után alább hagy. Ez egy teljesen természetes, normális folyamat. De azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ez a lobogás megmaradjon, azért tudatos munkával tenni kell. És itt nyilvánvalóan nem nagy hókusz-pókuszokra kell gondolni. Igenis néha el kell menni kettesben valahova, akár vacsorázni, akár hogyha megtehetik, akkor egy hosszú hétvégére. Szerintem 2-3 havonta illik a nőnek venni egy új fehér neműt. A férfi néha felajánlhatja, hogy rozza a felesége hátát minden hátsó szendék nélkül, szóval, hogy itt nem hátsó szendék, szeretem. Nem kell nagyon... Pedig egy jó masszírozás némi hátsó szendékkal, abban van a vitamin. Vagy némi hátsó szendék, esetleg egy kis masszírozás. Szóval nem kell nagyon nagy dolgokra gondolni. És szívesen fáradunk át, ugye, a másik szalomba. Igen, mondjad? Milyen vagy. És azt is tudjátok rólam, hogy én módszeresen keresem az új ingereket, és mivel mi már 12 éve vagyunk együtt a Miróval... Jézusom, mit csináltál? Már félek. Kereste az új ingert. Vajon megint mit csináltál? Igen. Na már, atya, úristen. Elég nehéz új dolgot találni, vagy új dolgot mutatni a Mirónak, de találtam egy új, Jézus, új dolgot. Jó. És ki is. Már be is írhatjátok, hogy felháborító, hogy? Igen, felháborító. Igen, már kezdjétek el. Ja, egyébként, bocsánat, igen. Hogy felháborító, hogy? Tehát, hogy egyébként, amióta megy ez a rovat, több megkérdezték azt, hogy engem nem zavar-e az, hogy a magánéletünkről beszélünk, hát, vagy pontosabban beszélek. Azért ne legyünk álszentek, tehát akik házas életet, vagy házasságban élnek otthon, azok néha ágyba bújnak, meg vannak problémáik, meg konfliktusai. Tök álszentek az emberek, hogy ezzel ne foglalkozz, olyan álszent mindenki, hogy a másik, nagy többség, amire nem mindenki. Gondolok, hogy hát, ha valami elindul néha ilyenkor a fejekben egy-egy ilyen beszélgetés után, és azt mondja apu vagy anyót, hogy kipróbálom, és ettől lesz valakinek egy kellemes esetje, akkor megérte. Na, szóval ismeritek a kifejezést, hogy naked sushi? Igen. Igen. A szavakat külön-külön is, meg magát a kifejezést is. Igen. Nem, mondd, hogy nem.
Vagy mondta, hogy igen. Hát de... Nem, hiszem el. Te a legjobb arc vagy, akit ismerek, komolyan mondom. Mondjuk el azoknak, akik nem tudják, röviden. Vagy inkább mondd el te, hogy ez pontosan mit jelent. Te szádból még jobb. Én ezt nagyon régen láttam először, és nem is nagyon tudtam mit kezdeni akkor a látvánnyal, mert ez körülbelül már egy 10-15 éves találmány, vagy legalábbis a japánoknál jóval régebbi, csak nemrég hozták be mondjuk Amerikába, hogy meztelen női testen tálalják a sushit. És egyébként ez egy baromi drága mulatság, például New Yorkban utána is néztem, valami 1000-1500 dollárba kerül az, hogyha egy pucén nőről akarod megenni a sushit. El lehet menni éttermekbe, van ilyen szolgáltatás. És arra gondoltam, hogy hát ez milyen jó pofa dolog. Eltekintve attól, hogy mi egyáltalán nem szeretjük a sushit, úgyhogy arra gondoltam, hogy hát... Rántotús, töltött káposztát. Naked ham, illetve naked sausage cím. Nagyon jó. Nagyon jó. Elmentetek valahol egy harmadik nőről enni, vagy te magad voltál? Elviszem egy másik nőről enni. Mindent tudni akarok. Hogy vágtad föl, mikor vetkőztél, mikor lépett be, hogy tetted föl magadra, mesélj, mindent tudni akarok. Hogy zajlott? Szóval... mondtam a Mirónak, hogy meglepetésre készülök, neki erre mindig felcsillan a szeme, mert tudja, hogy ilyenkor valami új és jó dolog következik. Úgyhogy ő nem is állt ellen, mondtam neki, hogy szükségem lenne arra, hogy legyen egy kis időm rá, mert tudtam, hogy elő kell készülnöm. És a pénteki napon... Nem! Miközben a gyerekekben dominóztak a szobában, levet köztem besztelen. Igen? Gyerekeket lepaszoltátok? Igen, egy pénteki napot jelöltem ki erre a napra, és mondta Miró, hogy hát reggel, hogy mondta neki, hogy hát este 6-ra kellene hazaérnie. Egyébként az megelőző napokon ez nem volt probléma, mert korábban nem ért haza, de mondta, hogy pont aznap nincsen dolga. Hát mondom, ez probléma, mert nekem viszont kell idő. Amíg megfő a tokár. De nem mondtad el, hogy mit. Nem mondtam el, hogy mit. Úgyhogy mondtam, hogy jó, akkor legyen annyi, hogy akkor ő viszi át majd a gyerekeket anyámhoz. És akkor addig ott nem tudom, üljön le egy tejára, beszélgessen a hagyámmal egy kicsit, miközben én ott otthon előkészülök. Jó felvezető. Igen. Jó, rendben, azt mondta, oké, rendben, akkor kapok majd fél órát arra, hogy előkészüljek, de nem tudta, hogy miről van szó, és mondtam neki, hogy ne egyem. Na, akkor már azt hitte egyébként, utólag kiderült, hogy én majd főzök neki valamit, és azt hitte, hogy átviszem majd a szomszédba arra az időre, és majd visszahozom, és akkor megterítek, és akkor vacsorával fogom őt várni. Igen, igen, igen. Elmentem délelőtt, bevásároltam, és mivel tudtam, hogy sushit nem fogok felkínálni, mert egyrészt nem szeretjük a szagát, nem nagyon szoktuk enni, igen, összehalazom magam, ezért hát mint egy ilyen svéd asztalt így vásároltam. Nem egy kis sonka szeletelve, kis kaszinó tojás. Igen. Kolbász, nagyon jó. Kukorica saláta. Igen, ez is érett kamember. Hát vettem különböző sajtokat, vettem különböző fajta sonkákat, olivabogyót, koktélparadicsomot, tehát mindenféle színes, szagos dolgot, amit gondoltam, hogyha szépen felszeletelek és felkínálom magamon, akkor abból akár egy jót is lehet tenni. Tehát Istenem, de jó vagy. A kettőnek a célja az, hogy egyrészt gyönyörködtessen, másrészt pedig tényleg éljen egy normálisat. Na most, ha elérakok valami gyümölcskosarat, akkor attól nem fog jól lakni. Úgyhogy gondoltam, hogy akkor egyen valami jót. Szóval bevásároltam, hazamentem. Tudtam, hogy az, hogy fölvágdosom ezeket a dolgokat, az sok ideig tart, arra fél óra nem lesz elég, úgyhogy előkészültem. Ilyen hát már mesztelenül, vagy még ruhában, vagy már felkészülve arra, hogy fölfekszel majd, és magadra pakolod. Nem, még hát ruhában. Technikailag nehéz elképzelni. De igen, tehát hogy zajlott? Tehát nem. Még ruhában. Ott még teljesen abszolút igen? Ruhában elkészítettem ezeket a kis falatkákat, fogpiszkálóra felpusztam. De nagyon jó vagy, annyira jó vagy, basszus. Falatokat, mert tudtam, hogy ha csak hagyom és rá, magamra pakorom, akkor lehet, hogy leborul, legurul, a olivabogyó az elmegy a csukába. Leves volt? Nem. A sparhetre refekítem. És a barna mártás is mindjárt kész. De összekészítettem az egészet, rátettem egy kis tányérra, lefóliáztam, kivittem a teraszra. A szomszéd kutyája egyébként egész végig ott körzött, úgyhogy állandóan el kellett, hogy hesegessem, mert érezte az illatát valószínűleg. Úristen. Miró hazahozta a gyerekeket, palacsintát sütöttek, majd volt egy adott pont, amikor mondtam a Mirónak, hogy na, el kellene menni, menjem, vigye a gyerekeket. És akkor ők elmentek, leterítettem a nagymama terítőjével. Hova? Az asztalra? A földre? A terít asztalra? Tehát az asztalra, két... Hát igen, igen? Mert... Hol leterítettem? Hol okay. Igen. Gondolkodtam azon is, hogy lehet, hogy az ágyra kellene magam pakoljam, de hát ez... Úristen, de jó vagy. Dolog. Úgyhogy leterítettem az asztalt, kinyitottam a nagyasztalt. Annyira bizarr, én láttam a Wikit magam előtt, hogy fekszik, komolyan annyira bírnám. Nem? Hát nem elképzeled azonnal, hogy milyen a párod megcsinál? A nagymama terítője milyen? Csíkos. Csíkos. De jó. És csekkoltad az asztalnak a teherbírását?
Előtte? Tehát, hogy... Nem, de hát ez egy rendes asztal, tehát nem... És oda vitte tálcán már mesztelenül lefeküdve? Igen, oda letettem az asztal mellé a tálcát. Igen. Előtte természetesen rendesen... Felkészültél, elkanyoztál. És a többi. És akkor elkezdtem pakolni magamra a koktélparadicsomokat. Legurult? Nem, mert félbe vágtam. Beraktad a köldöködbe. Igen. Egy oliva, én van. Vagy fogmiszkálóban megtűzte a bőr. A két bimbóra fölraktam két citromkarikát. Óriási van. Elkezdtem pakolni a paradicsomokat, meg Isten, a sajdarabkákat, meg a sonkát, meg a kis falatkákat. Tehát néha feküdtél ezt, és leraktad magadra, és néha fölnéztél, és nem, addig, ameddig zombik pakolja az ember, addig nincsen baj, mert addig egyenes minden. Utána le kell feküdni. Igen, és én hülye, annyira hülye vagyok, hogy ösztönösen, hát már automatikusan már megsózom a cuccokat, mert reggelent. Megsóztad magad? Nem, a kész kaját, tehát a paradicsomot megsóztam, úgy meghintettem, de ez fel se tűnt. Akkor csak amikor rátettem a lábamra, akkor éreztem, hogy csíp. És úgy pakoltam fölfelé a dolgokat, nyilván egy idő után el kellett feküdnöm. Akkor jött a halapenyó. Elkezdtem rámolni a dolgokat fölfelé, és akkor egy nagyon óvatos mozdulattal letettem magam mellé a tányért. Majd egyébként... kezdett volna, hogy ki a konyhába tudod. Na most három dolgot felejtettem el. Egyrészt felcsavarni a termosztátot. Ez egy óráig feküdt. Ha kínzol, sem mondom meg, hogy az első, amit elfelejtettem, azt hittem, azt mondod, akkor ennyit a sajtot érte. Annyira jó. Nagyon jó. Szóval... Igen. Hideg volt, borzasztóan, és egy 5 perc után így fekve az izékkel a koktélparadicsomokkal elkezdtem rohadtul fázni. Másrészt, ha elmentek moziba, mi az utolsó dolog, amit muszáj megcsinálni, mielőtt beülsz a 2,5 órás? Elmenni, ugye elmenni. És elfelejtettem kikapcsolni a rádiót, úgyhogy Szani rohadt. Nagyon jó. És hívott közben, hogy már úton vagyok? És akkor itt... Nem hívott, hogy nem vitt kulcsot. Nincs jobb, mint pókjárásba oda menni az ajtóhoz. Jöjj be, te meg fekszel 4 bit, egy jó, fett a sajtot. Meggyújtottam néhány gyertyát, hát kényelmesen már amennyire lehet elhelyezkedtem, bár rohadt kemény volt az asztal. És akkor úgy vártam, közben fáztam, mi de bajom volt, és ráadásul úgy képzeljétek el, hogy a szomszédunknak a kertje, az, ha ő hátra akar menni a kertjébe, akkor el kell, hogy menjen a mi ajtunk előtt. Azt hallom, hogy a szomszédnál nyílik az ajtó, és így megy hátra a szomszéd. Na most, hogy nekünk az ajtónkon nincsen függöny, ez egy üvegezett ajtó, tehát hogyha oldalra fordítja a fejét, akkor azt látja, hogy Juli így integet. Vissza is jött, gondolom. Zseni vagy. Úgyhogy nagy csipeszbe volt a kezem, hogy ne nézzen oldalra, csak menjen át és menjen vissza, de hál' Istennek szomszéd elmúlt, vagy visszament. Ezt benézel a szomszéd, és ott veszik egy nő 4 kiló fett a sajtal, magán nem 3 paradicsomban, vagy 2 olivával. Minden oké? Julikám! Szép a paradicsom! A maradékra benevezek. Termelőipiac? Európa? Jó van! Hajrá! Szóval én feküdtem ott az asztalon, kezdett egyre jobban fázni a lábam, úgyhogy a telefont is elérhető közelségbe raktam, és hívtam a Mirót, hogy na figyelj, most már jöhetsz. És mondta, hogy jaj, de jó, mert hogy egyébként ő bennül a kocsiban, és pókerezik, mert hogy mondta, hogy mondtam neki, hogy minimum 1/2 órát kell. Ő már rég készen van, úgyhogy jönne. Mondtam, hogy jöjjön. Letettem a telefont, ott feküdtem az asztalon. Egyszer csak megérkezett Miró, aki átesett az Ereszt csatornán, úgyhogy pontosan tudtam, hogy mikor fog belépni. Ti nagyon jó fejlő, nagyon jó. Rohadja, kirassza, hogy a büdös életben lelövöm, előveszem a puskát, úgy beleengedek egy sorozatot. Ágyam elszám. És belépett az ajtón, meglátott, hát nyilván fülig szaladt a szája, és azt mondta, hogy végre főztél. Imádom a fetát. Nagyon bírlak, nagyon. És oda várjál, de hogy nézi utána, oda telepedik mellé? Na hát oda jött, végig nézett, én meg vigyorogtam. Ugye ilyenkor két lehetőség van, vagy hülyére kuncogod magad, és akkor az egészet agyon csaptad, vagy megpróbálod előadni az erotikus svéd asztalt. És hát én ez utóbbit választottam, amikinek tetszett, úgyhogy oda sétált a konyhaszekrényhez, elővett egy kis tányért, és teljesen olyan érzésem volt, mint a svéd asztal perspektíva, tehát hogy így elkezdte leszedegetni róla. Le is evett, meg egy idő után így elkezdte leszedegetni a tányérra, aztán utána rájöttem, hogy mindezt azzal a célra szedi, hogy megszabadítson tőle. A nagy durranásban volt ez, hogy a hasadon megcsinált a tükörtojást, az olivát berakta a köldöködbe, megnyomta a köldöködet és berepült a szádba, ilyet nem csinált, hogy rányomott a köldöködbe és berepült az oliva? Nagy durranás, engedi magát, az volt paradicsom. Nem jön ki. Mondtam, hogy kenyeret talál a kenyeres kosárban, azt se hoztam. Úgyhogy elkezdte leszedegetni, evett egy kicsit közben persze, engem is etetett, és utána leszedett mindent, félre rakta. És akkor
én elmentem letusolni, mert tiszta sajt voltam meg. Tiszta cézársaláta volt. Tiszta cézársaláta voltam, de hogy egyébként nagyon tetszett, és ezzel csak azt akartam mondani, hogy, hogy lehet nem kísérletezni, és hogy normálisak lehet kísérletezni, ilyen apróságokkal föl lehet dobni. És utána egy ilyen egy orbitális nagy szeretkezés? Mert nem, ugye utána leültünk tévét nézni. Nem! Bukkantok egy bort, érted? Hát ott kekszik az asszony mesztelenül. Kezdődött a gyertek át szomba. Csak ezt a Balázs, semmi, nem így jutott nem, be, nem? Is, dehogy is nem, hát na persze, de hát ez... Hát csak hogy elérte a foglalkozás a célját, ezért kérdezem, elérte. És egyébként, és utána meg is ettük a tányéron található dolgokat, és finom is volt, és jól is laktunk, úgyhogy teljesen jó kis esténk volt. Istenem, béka! A füstöl tari! Ott van a hűtőbe, csak már azért nem mert 4 kilós. Azért nem mertem egyébként ilyen nagyon füstös, mert de egyébként ez szerette volna szerintem a békön meg az ilyen füstöl dolgokat. Csak azon gondolkodtam, hogy ezek most letakarom magamat ilyen békön csíkokkal, olyan büdös leszek tőle, hogy soha az életben. Nem, nem büdös, nem. Az nem ja, büdös. Erotikus, jó, oké. Okay. A békön nem büdös. Jó, oké, okay, rendben, tehát hogy azt azért nem akartam. Próbáltam szaksemleges dolgokat válogatni, persze azért így is volt, ezért egy ilyen... Hát ez nagyon jó. Bukéja. Hát ez nagyon jó. Szerintem, hogy megcsinálom hazamegyek, ma beterítem magam. Brutálisan felfekszem az asztalra én is, és mindent rakok magamra. Ez jó, ezt kell csinálni. Tehát, hát ez, nem feltétlenül ezt nem kell csinálni. Ilyeneket, de nem, én mondom, tehát szerintem apróságokon múlik az, hogy egy láng lobogjon, és egyébként ez speciál egy kifejezetten vicces szituáció, tehát ezt azért szét lehet röhögni, és én egy csomó dolgot csináltam már, amit szét lehet röhögni, de ha mondom, ha valaki csak annyit tesz, hogy vesz egy új bugyit, és lesétál a férjének, azzal már azért nagyon sok mindent lehet tenni, és ezeket az apróságokat nem szabad elfelejteni, hát tenni kell érte, én megpróbálok. Csak nem mindegy, hogy mit. Terítettem neked egy jó gondel palacsintát. Igen, erdőtűz. És itt az igazi meglepik. Jaj, nagyon jó. Ha férjed beadja a vállóperc, szó Júliért, rögtön elveszlek, írja egy hallgató. Úristen, mikor válik ez a nő? Kérdezi valaki. Én elveszlek, viszkis papa. Küldte nekünk. A kulcsod az árban maradt, kérdezi. Ne már visítok, elképzeltem az asszonyon a rakott karfiót. Igen. Felkek egy jó kis rakott karfiol. Júli, van egy húgot? Kérdezi valaki. Öcsém van, és facér. Igen, de jó fejezi, Júli, úristen, imádom, műzlist, visítok. Igen, olivából a köldökből szájba pattintani, igen, mint a nagy duranásban. Júli for president, minden másra ott van. Igen, köszönjük szépen. Ah, nagyon jó. Nálunk a szitu ugyanez, csak én az apósommal berúgtam, mint az állat, és a nagyomáiknál aludtam. Feleségem 2 órán át várt, mire megvacsizott magáról, és SMS-be elküldött a búzsba. A kérdés, amiről nem jön. Ugye? Hogy meddig vársz? De egyébként arra azt figyeltem, hogy mikor lesz például a meccs. Hogy arra az estére nem akartam időzíteni semmi ilyesmit, mert pontosan tudtam, hogy én ott telefonálhatok, meg mondhatom neki, hogy gyere haza, ha ő azt mondja, hogy bocs, magyar, norvég, és elmegy mellette. Ki a jobb? Magyar jobb! Ki a jobb? Oda jön, megrágat, azt bejutottunk az EB-re, érted? Ott megszerény, 4 kiló mozzarellával a mellkasodon, érted? Sör, szatyit, most! Ah, jó, hát ez nagyon. Jó van, drágáim. Hát akkor családi archívumba bekerült? Fotóztatok? A Miró mondta, hogy csinál rólam egy képet, és felteszi a Facebookra, szelfizünk egyet egy ilyen svéd asztalat, de ne, persze nem. Uh-huh. És csak annyit volt, írt volna rá. Na ugye. ugye? Na ugye, tudjuk. Hát, jó vagy, Juli. Nagyon jó. Helyes, így kell csinálni. Juli, egy hét múlva puszi. Van már terved, hogy mit próbálsz ki, vagy még most? Nem, de megint csak hangsúlyoznám, hogy nehogy azt higgyétek, hogy én minden második este ezt csinálom. Nem, tehát jövő héten nem hiszem, hogy megint ekkorát fogok tudni durrantani. Nem baj. De azért majd próbálom ezeket csepegtetni. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Hát azt kell, hogy mondjam, János, szörnyű hírem van a számodra. Te most mindenkit kicsinálsz? Igen. Én ma így indultam. Úgy keltem föl, hogy semminek semmi értelme. Ugye neked androidos telefonod van. Még nem álltál igen, át az erő jó oldalára, még hiszel benne, hogy tudtok normális telefont csinálni. Mit csináltunk már megint? Már megint mit tettünk? Bejelentették, hogy van egy kártékony program, aminek te valószínű, hogy áldozatául estél. És én biztos igen vagyok benne, hogy te áldozatául estél. Ez nem a hivatalos áruházból letölthető alkalmazás, hanem ez egy videólejátszó.
És ez a videó lejátszó azt mondja, hogy ha te ezt használod, akkor ezen keresztül te jól tudsz lejátszani különböző videókat. Igen ám, de most jön a csavar. Mert ha te felnőtt tartalmat nézel a telefonodon, és tudjuk, hogy nem veted meg ezeket a tartalmakat, elsősorban nyilván laptopon nézed, mert azért az mégiscsak HD és nagy felbontás, de gondolom azért voltak szűkösebb idők, amikor nem volt nálad laptop, és rá kellett vetni egy pillantást kicsi androidos telefonodra. Megszorultál. Volt már szükségem első segélyre, ha elbeszélzel. Volt már szükséged, igen. Szóval, ez az alkalmazás azt csinálja, hogy egy videó lejátszónak adja el magát, viszont amikor te pornót nézel, akkor téged pornónézés közben lefotóz. Ne mondd már. Hát, de bizony. Anyádat, köcsög! És utána megjelenik a telefonodon egy felirat, hogy fizessél ennyi vagy annyi pénzt, mert blokkolja a telefonodat, és felajánlja, hogy PayPal-en keresztül fizessél, mit tudom én, X eurót, mert egyébként közzé teszi a te fotódat. De várjál, mert a fotódat is kiteszi oda a kis képernyődre. Igen, látom, és kiteszi, nem láttam, hál' Istennek. Kiteszi a fotód, ami azt jelenti, hogy ott ülsz, kicsi vagy fekszel, kicsi pocok feje, letold nadrágba. Még egyszer, mutasd még egyszer. Bal kezed foglalt, jobb kezedben a telefonodat nagyon nézed, ugye, bekészítve minden körülötted óriási parti, és nem történik más, mint hogy, és ez igaz, ebben a pillanatban állítok, a telefon rád fotóz. Uh-huh. Majd megzsarol, ugye ez egy ilyen vírus, de közben nem olyan vírus, ami egy videó lejátszónak adja magát, megzsarol, hogy ha nem fizeted be az összeget, egyrészt blokkolja a telefonodat, tehát semmit nem tudsz vele csinálni. Ha nem fizeted be az összeget, akkor hát lehet, hogy valahol, most, nem tudom milyen úton, módon, de közzé teszi a te fotódat. Na most. Ahol hát meglehetősen finoman szólva kiszolgáltatott pozícióban. Állsz, ülsz, nem tudom, négy kézláb, nem tudom, mit csinálsz. Figyelj, annyiban helyesbítenem a kis definíciót, hogy hogy nézhetek én akkor, amikor lefogta az a telefon, hogy így a méreteimmel, mármint a testmagasságomon nem tudok változtatni, de a kedves hallgatók ne egy ilyen szánalmas nyomorult képet képzeljenek maguk elé, hanem a diadalmas Napóleon. Ahogy bevonul. Igen, a kis, a Wilson admirálissal. Wilson admirálissal, ahogy megérkezel. De milyen durva, nem? Nem kapható hivatalos áruházban, de megzsarolja magát a felhasználót, hogy fizessél, vagy hát nyilván megijeszt azzal, hogy mit csinál a fotóda. Nem tudom, hogy hol tudják ezt a fotót szemben felhasználni, nyilván nem valószínű, hogy felhasználják, de ha bedőlsz neki, hát akkor átutalsz 100-200, mint a 300 vagy 500 eurót. Van nálad, Laci, fekete szigetelő szalag? Ezt a selfie kamerát az elején, ezt én most leragasztanám. Ajjaj. Figyelj, fönt vannak a képek a kis felhőbe, vagy nem tudom, ti hol tároltok, és onnan egyszer csak kikerül a vetre ott. Nem, mondom még egyszer, a diadalmas Napóleon. Bocsánat, jó? Bocsánat. Csak mi azt nem tudjuk, azt az arcot, tudod? Most melyik pillanatban fotóz rád? Amikor nagyon nézed a monitort, amikor már felcsapódik a szemedbe. Már nem nézed a kis telefonodat, hanem már artikulátlan hangokat adsz ki, és üvöltesz, hogy pálya, pálya. Tehát, hogy mikor készítheti el valójában a fotót? Én azért, gyerekek, megnéznék egy-két ilyen fotót. Tehát, hogy nem. Vagy sorozat fotó? Igen, lehet, hogy nem egyet. És gyakorlatilag egy megcsinál róla. Azért ez egy személy dolog, hogy a saját telefonodat fordítják ellened. Legyünk őszintén. Azért ez egy rohadt dolog. Valaki fölragasztja egy ilyen, vagy hívják rá, egy ilyen mosógép dobszerű és lesz belőle egy mozgókép. Igen. Na most azért személy dolog, mert blokkolja a telefonodat, nyilván megijedsz, hogy semmit nem tudsz csinálni a telefonoddal, ugye? Tehát valószínű, gyors... Már öreg a készülék, ez naponta előfordul. Jó, hát ezt is sokszor átérítem. Most már tényleg kellene rá, hogy a telepítés. És körülbelül 100 vagy 150 ezer forintnak megfelelő dollárt kérnek el tőled. Na most ha 10-ből egy naív, vagy 100-ból 2 vagy 3, hát gondolj bele, hogy milyen pénz, hogy gyorsan megijedsz, hirtelen megjelenik a kis fotót, hogy nyomorultuk pocok pózban. Tényleg letotkansában. De nem akarod így viszont látni magad sehol. És gyorsan befizeted az összeget. Ezt a saját magát, jó? Tehát, hogy na, azt a képet képzeljétek magatok elé. A diadalmas Napóleon. Igen? Nem tudsz koronázni, mert mind a két kezed tele van, te nem tudsz koronázni. Akkor. A telefonodat hogy blokkolját? Én be tudom zárni, mert én láttam olyat, hogy szoftver, tehát magát a laptopot blokkolta, de a telefont hogy? Hát kikapcsolod, visszakapcsolod, nem? A telefon nem igazán tud blokkolni, szerintem. Nem tudsz kilépni az alkalmazásból? De miért kéne, hogy blokkolja? Nem blokkolja a telefont. De ez blokkolja a telefont, igen. Nem följön csak a kép, igen? Nem tudsz vele semmit csinálni. Semmit? Úgy van elvileg beállítva. Hát aztán nyilván lehet, hogy kikapcsolod, bekapcsolod, aha, kiveszed az aksit, tehát valamit lehet.
de hogy nem enged kilépni magából a programból. Aha, tehát 10 percig riadtan egy bankkártyával nézed a kis mesztelen vagy félmesztelen vagy letolt nadrágos fotódat, és kapkodsz ide-oda, és bárkinek bármit megígérsz, hogy ez ne kerüljön ki az internetre. Nem? Nem, hogy a kérem a látlapost engem. Haló, csak a lejjem ne tudja meg. Haló, a gyerekeim vannak. Bármit megteszek, csak ez a fotó, ez nem menjen ki. Magányos voltam, nem voltam uram cselekedeteinek. Álló, és megillett ez a nő a képen, aki a fiatal feleségemre emlékeztetett. Tehát tényleg eljutunk oda, hogy fekete szikszalagot kell majd tenni a telefonunkra. A saját telefonunkra fekete szikszalaggal kell az első kamerát, meg a laptop kamerát leragasztani. Még a laptop kamerát a sokkal... Tényleg, te leragasztod? Hát persze. Igen? Hát de mit gondolsz, hogy kit érdekel a kis pocokpóz oda, hogy ott de nem, nyomad? Nem csak ezt csinál, tehát nem, megmondom miért. Föltörik az otthoni kamerádat? Arra gondoltam, hogy amikor felröppentek először ezek a hírek, hogy adott esetben valaki, mondjuk hogy be van kapcsolva éjjel-nappal a laptop otthon, valaki a saját lakásodban figyelhet meg, vagy csekkol a téged. Én ezért ragasztottam le. Na jó, teljesen, és a telefonod miért nincs még leragasztva? A telefonom? Aha. Mert csúnya lenne. De én honnan, hogy találom meg a te kamerádat? Én nem értek ezt. Hogy találom meg, hogy Vadon Janinak melyik a kamerája? Hát ő nem személyt azonosít, ő minden ilyen androidosra, amire letöltik ezt a programot, igen, vagy elszedik, abból automatikusan ez a funkció. Nem arra gondolok, hanem mondjuk van egy asztali számítógép, és azon van egy kamera, és meg akarok, be akarok nézni a te lakásodba, hogy találom meg, hogy melyik a te kamerád? Hogy jövök rá? Hogy van? Ott hogy jutok el a te kamerá? IP cím alapján? Vagy hogy? Szerintem ott sem konkrétan rólad van szó, hanem kapcsolatba lépsz valamilyen okból kifolyólag mondjuk egy másikkal, egy távoli szerverrel, és a kapcsolatot azt nem szakítod meg. Akkor, amikor megszünteted vele a kommunikációt. Most mondok egy triviális példát, tehát hogy mondjuk általában te beleegyezésről is szükséges, hogyha mondjuk valamilyen segítséget kérsz, például egy szolgáltatótól internetes ügyben, akkor ők megkérdezik tőled, hogy beleegyezel-e abba, hogy egy operátor távolról kapcsolatba lépjen a te készülékeddel. Igen. És úgy tudod a te készülékeddel gyakorlatilag bármit csinálni, és belenyúlni ott az asztalon. Ha látja az IP címedet. Igen, de hát az oldalkezelője elvileg látja a te IP címedet. Igen, nem? Technikailag ez a dolog megoldható. Uh-huh. Nézd a János, hát itt kolbászol ezen az oldalon, pillanatok alatt feltörik a kamerádat, és ott egy kis nem tudom, kis alsó nadrágban jössz, nem, és csinálod a kis brokkolidat. Van egy kép, ami Napóleont ábrázolja, az egyiptomi hadjárat idején, na azt képzeljétek el így. Gondolom a kis pamutzoknitban, alsógatyádban ilyen vagy otthon, ahogy ott átkevered a kis bírót. Végre valahára pamutzoknit mondott, és nem 100% műszál. Nem, ez csak egy tévedés, ott bocsánat, tehát a 100% műszál zoknitban, a kis alsó nadrágban csinálod a kis vegabrassóidat otthon, nyilván olyan vagy, mint Napóleon. És a kis elől kibújtatósba barna színű retro alsó. Igen, csak a kezed nem itt a mellkas tájékán van bent a ruházatban, ahogy, hanem oda lenne. Mondját. Hát igen, ezért kell változó IP cím, vagy ugrókódos, mint a riasztó, nem? Mert akkor sose találnak meg téged. Egyébként iPhone-on ez nincsen, tehát nyugodj meg, Feri, nyugodj meg, ahogy te is ott pajzán perceket szerzel magadnak, nem tudod, ez csak az androidosoknak. Csak az androidosoknak van ilyen. Hogy ez megjön. Na, de nézzük meg, hogy ez az életben hogy működik. Ezzel a témával még úgyse foglalkoztunk. Milyen az, amikor egészen váratlanul rád nyitnak, vagy te nyitsz a párodra? Ugye minden párkapcsolatban azért ez egy létező dolog, hogy ugye hát az ember együtt van a feleségével, a férjével, de ki többször, ki egyedül, azért szeretné, ha önmagával lenni. Miért? Ugye? Igen. Gyerekek, úgy, ahogy én fogalmazom, úgy egy Bravótó magazin nem fogalmaz a szexszerelem gyengétség rovatban. Beleköthetetlen. Tehát most úgy egyszer nem lehet. És mégis van olyan, amikor egyszer csak nyílik az ajtó, és megérkezik kicsi feleséged, majd azt kérdezi, hogy Mit csinálsz? Én abban a pillanatban felpattanok a székbe, és azt mondom, végre megjöttél! Feldiszkoztam magam! Kezdhetjük! Nyilván! Nem nyomom cukróba, ez fiók gyorsan lecsuk, lezár! Hallod a kulcsot? Három zárat már kinyitott, még beföldölt a pohár, eldőlt a lapát, amit betettél. Tehát mi történik? Igen, és mekkora meg kimászni az ablakon a bokámban lévő alsógatyában. Hát és aztán megkerülni a házat és bejönni a bejáraton. Igen, hallod? És közben a kerti csapnál lemosakodni. Hallod még, ahogy Móni belép az összetört üveg cserébe és felsziszen, amit ugye leszortál a szobád ajtaján. Érzed, hogy megjött. De nézzük meg, hogy mi történik, vagy mi történt hallgatóinknál, amikor is, hát párkapcsolatban
váratlanul megérkeztek. De most nem arra gondolunk, hogy tényleg infraglanti kaptad a párodat, és ott volt valaki mással, hanem amikor kénytelen voltál megállapítani, és hát legyünk emberek azért, ez egy kollektív tudatállapot, ugye? Persze. Tehát így 20 év, 15 év felett azért hát ez a legtöbb ember, ez sok minden köt össze bennünket, az egyik a maszturbálás. Előtte azért, mert és még nincs, utána meg azért, mert már van. Ugye, tehát, vagy van élményed, vagy nincs, vagy majd lesz. Tehát ebben a három kategóriában tartozott. És megérkezik a párod. Feleséged? Ne jel. Így van. Ne érkezel meg. Látod a párodat, hogy nyomorultul pakol. Tudod, hogy mit csinált, ugye? Még egyszer mondom, felpattalok a székből, azt mondom, Josephine! Móni azt mondja, Bonaparte! És aztán pedig elmegyünk, és legyártjuk a kis sasfiókot. Ez történik konkrétan. Ez teljesen életszerű. Látlak a kis ízalatokban. Ez a szerepjátékotok? De jó, hogy össz, már majdnem rámentem Szent Ilonára. Csörgött a férjem, hogy el ne meséljem a sztorit, mert tudja, hogy rendszeresen hallgatlak benneteket, de mondtam, drágám, még azért is megírom, ne aggódj. Esti műszakból érkeztem haza, mikor, és tényleg megírja. Korrekt vagy. Kedves férjuramat az asztali gép előtt találtam, amint bűvöli a kígyót. Zavarba jött, magyarázkodott, én nagyon nevettem, nevet nem írok. Hát egyébként. Milyen, amikor már följövöd a feleséget, hogy Léci, ne meséld el a baléknak. Léci, ne árulja, Léci, ne árulja. Szóval azt mondja neki, hogy te. Akkor is megírom. Nagyon szép. Igen. Hamarabb mentem haza a munkából, párom a nappaling kanapéján éppen csinálta a dolgot, majd amikor beléptem, ráköszöntem, volt valami a kezébe, mert hogy nő volt, kikapta és a falhoz vágta izom. És beleállt. Nem rögtem volna, nem zavartam volna, de a falhoz vágás az betalált. Sikítottam, annyira megijedtem, pedig férfi vagyok, az asszony meg szégyenkezett. A finisben voltam a fürdőszobában, erre rám nyitják az ajtót. Nem a párom volt, hanem az anyósom. Csókolom anyukat. Azóta valahogy mindig boldogabban néz rám, ezt elküldenek. Tau bácsival. Nekem egyszer apámra sikerült rányitni, már felnőttként lány vagyok. Még így is, és évekkel később is trauma. Hát az igen. Azért a saját hát apád, az kemény. Az kemény. Kaptak már el titeket a szoba ajtó mögött, e közben? Nem? Ugye nem. Milyen jó? Kérdez. Pont a kitágult pupilla pillanatban lépett be. Kimerett a tekintete, majd megkérdezte. Ha befejezted, jössz segíteni főzni. Mentem, később megkérdezte, mi volt az inspiráció. Jaj, amikor jéghajám nyitott, mondtam neki, jéghajéka, update-elem a jépám. Puszi, Noibi. Rohadékok vagytok, de tetszik. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.